system on our beloved planet. A szeretett bolygónkon található összes élőrendszer eleven példa az univerzum azon bámulatos képességére, hogy minden tökéletes egyensúlyra törekszik. És azt teszi, amit tennie kell. Növekszik. A növekedés az élet természetes folyamata. Figyeld meg a mindenség valószínűleg egyik legnagyobb csodáját. Ahogyan egy apró petesejt és egy visszatarthatatlanul merész sperma kirobbant egy folyamatot, amelynek végén létrejön belőlünk még egy ugyanolyan. Egy új élőlény, rengeteg képességgel és határtalan lehetőségekkel, olyan aggyal, amely képes akár az összetett és bámulatos önvizsgálatra is. Lábakkal, amelyek táncra és futásra teremtettek. Ujjakkal, amelyek elég hajlékonyak ahhoz, hogy megfonjanak egy kosarat, hogy játszanak egy hegedűn, simogassanak egy arcot. Ha a természet tanít nekünk valamit is, akkor az az, hogy az életnek működnie kell. És mint minden élő dolognak, legfőbb célja a növekedés. Ennek ellenére bolygónkon az emberek többségének az élet nem a növekedésről szól, hanem a puszta túlélésről. Mindössze megpróbálnak életben maradni. Tényleg ez a legtöbb, amire képesek vagyunk? Vajon az univerzum azért vajudott 14 milliárd évig, hogy létrehozzon egy fajt csak azért, hogy az élet és a saját otthona ellenségévé váljon? Én nem hiszem. I don't think so. My name is Foster Gamble. A nevem Foster Gamble, és közel egy emberöltönyi időt töltöttem azzal, hogy rájöjjek, mi az oka az ezen a bolygón lévő megdöbbentő gyötrődésnek és nélkülözésnek. Fiatalemberként láttam a nyomorúságot, és a túlélésünkért aggódva útnak indultam, hogy választ találjak a kérdésekre. Arra, hogy egyáltalán lehetséges-e az emberiség fejlődése. És ha igen, akkor miért nem ebbe az irányba haladunk? Kutatásaim olyan irányokba vezettek, amit sohasem vártam volna. Felfedeztem meglepő dolgokat, amelyek kezdetben nem tűntek összefüggőnek, de a kapcsolatuk egymással mégis döntő jelentőségű, ahogyan e filmben is látni fogod. Egy kódra bukkantam. Egy, a természetben fellelhető sémára, amely évszázadokon át művészetekbe és szimbólumokba ágyazódott. Úgy vélem, ez a kód a kulcs egy új, tiszta, megújuló energiaforráshoz, amely teljes mértékben forradalmasíthatja minden ember életmódját. Megértettem, hogy a gazdasági rendszerünk korrupt, és rájöttem, mit tehetnénk ellene. Módszereket fogok megmutatni, amelyekkel visszaszerezhetjük a hatalmunkat, hogy szerte a Földön felszabadító, egészséges rendszereket alkothassunk. Rájöttem, hogy nem az emberi faj maga a tévedés, hanem mi tévedünk önmagunkat illetően. Elhomályosították az éles elménket, bizonytalanok vagyunk az erőnkben, nem ismerjük fel saját zsenialitásunkat, nem tudunk valódi hatalmunkról és nagyszerűségünkről. De ez most mind meg fog változni. Szeretném megosztani veled valószínűtlen utazásom fontos eseményeit. Létrehoztam ezt a navigátort, hogy elrepítsen időn és téren át. Hadd vezesselek körbe. Ezen a képernyőn hozzáférünk ahhoz, amit én úgy hívok, hogy a lényeg. Ezek azok a fontos adatok, amelyeket fősodrású médiáktól sosem kapunk meg. Az Egyesült Államok 50 legnagyobb vállalatából alig 25 év alatt mindössze 5 nagy cégcsoport lett. Ezt arra fogjuk használni, hogy megnézzük, valójában hogyan is teljesítünk. A jobb oldali képernyő azt mutatja, hogyan ábrázoljunk egy egészséges, fenntartható irányt a Föld bolygón való élet megtartásának érdekében. És ez lesz az iránytünk. Ahelyett, hogy egy tű kutatná az északi irányt Földünk mágneses mezőjében, a mi iránytünk maga a mező alakja, és ez a forma, ahogyan hamarosan látni fogod, lenyűgöző, technológiai és szociális jelentőséggel bír. Egy emberöltönyi küldetés után arra a következtetésre jutottam, hogy valójában ez a minta őrzi a kulcsot egy mindenki számára működő világhoz. Akkor tehát indulás!
A hatalom kiváltságának világában nőttem föl, elit magániskolába, majd a Princeton Egyetemre jártam. A Procter & Gamble egyik alapítójának közvetlen leszármazottjaként arra neveltek, hogy az intézmény következő vezetőinek egyike legyek. Ám én egy másik utat választottam. Már általános iskolában felnyílt a szemem. A felnőttek azt tanították, úgy kell védekeznem egy nukleáris támadás ellen, hogy az asztal alá bújok és betakarom a fejemet. Ekkor kezdtem komolyan megkérdőjelezni a dolgokat. Pár évvel később közvetlenül tapasztaltam meg az univerzum energiáját. Akkor történt, amikor egy nap az iskola buszon utaztam, és az ablakon kifelé bámulva látomásom volt egy örvénylő mintáról. Egyszerűen tudtam, hogy amit láttam, egy energiaáramlás, ami egy picike atomban és az egész univerzumban jelen van. Mélyen belül azt éreztem, valahogy én is ugyanabból a mintából jöttem létre. Eredetileg ez a meglátás vezetett el engem a tudományos kutatáshoz, és hogy megpróbáljak rájönni, hogyan működik az univerzum, és mi, mint emberiség, hogyan élünk bele a mindent átfogó életenergiába. Évekkel később megtudtam, hogy a mintát, amit láttam, tudományos körökben már ismerik néhányan. 1921-ben Albert Einstein Nobel-díjat is kapott e felfedezéséért. Ez a minta valójában sokat elárul arról, hogyan fejlődik ki az élet. Tekintve a teremtés időtálló csodáit mindenütt az univerzumban, és azt, hogy az ember által alkotott rendszerek közül a legtöbb mennyire fenntarthatatlan, arra a következtetésre jutottam, hogy az élet teremtése és fenntartása titkának megfejtése volna a valaha szerzett leghasznosabb ismeret. Einstein kvantumokkal kapcsolatos felfedezésének lényege, hogy azok a környezetükből épülnek fel, mégis különböznek tőle. Akár egy örvénylés a vízben. Ezek a jelenségek mindig ugyanolyan mintájúak, méretüktől függetlenül. Ráadásul meglepő módon kapcsolódnak valamennyi kérdéshez az életünkben, legyen szó a közel-keleti háborúkról, a globális pénzügyi összeomlásról, vagy arról, hogy miként szolgáltassunk igazságot mindenki számára. Meg fogjuk vizsgálni, hogyan. A matematikusok ezt a képletet tórusznak hívják. Az energia a tóruszban befolyik az egyik végén, körbejár a középpont körül, majd kilép a másik oldalon. Kiegyensúlyozott, önmagát szabályozó és mindig teljes. Hivatalosan először a tudós és feltaláló Arthur Young mutatta meg nekem a tóruszt. Ő a Bell helikopter feltalálója. Dwayne Elgin, jövőkutató elmagyarázza, hogy miért a tórusz az elsődleges minta, amit a természet használ az élet valamennyi szintjén. Az evolúció azt jelenti, kifejlődik, kibocsájt. Szóval az a kérdés, hogy mit bocsájt ki az univerzum. Amiket az univerzum kibocsájt, azok önmagukat megszervező rendszerek, és ezt minden szinten láthatod. Az önmagát megszervező rendszer egy olyan rendszer technikai fogalma, amely érintkezik saját magával, vagyis tulajdonképpen tud saját magáról. Ha kimegyünk a természetbe és körülnézünk, mindenütt ezeket az önmagukat szervező formákat láthatjuk. Láthatjuk egy narancs keresztmetszetén, egy alma keresztmetszetén. Láthatjuk egy tornádó dinamikus természetében. Láthatjuk a Föld mágneses terében, de hasonló mágneses mezőt mérhetünk egy-egy személy körül is. Láthatjuk egy örvénylő galaxis felépítésében. Láthatjuk egy kicsi atom szerkezetében. És minden szinten, az egész idők folyamán az univerzumnak egyetlen projektje van, hogy tóruszokat hoz létre. Az univerzum egy valóságos tóruszgyár. Ezek a tórusz dinamikák láthatók a különböző szinteken. Az egyikük a galaktikus szint. A hatalmas forgó szerkezetek csillagok billióit foglalják magukba. A galaxisok tipikusan úgy néznek ki, mint a hatalmas körbeforgó karok lennének, középről kifelé tartó örvényekkel. A galaktikus lemezekből csillagok áramlanak ki a gyűrű felé, le az örvényekbe, majd újra kifelé a gyűrű szélére.
Mint tudjuk, csillagok milliárdjai, mint például az Arcturus is, már megtették ezt az utat. Ez a megfelelő leírása még bolygónk atmoszférájának is. Az időjárás az északi sarktól halad lefelé az egyenlítőig, és vissza felfelé. A déli sarktól pedig az egyenlítőhöz, majd vissza lefelé. That's the appropriate description even for the atmosphere of our planet. The weather goes from the North Pole down to the equator and then back up, from the South Pole up to the equator and then back down. Even the dynamics on the surface of the Még a nap felszínén lezajló mozgás is nagyon hasonló. Nyilván itt most kívülről vizsgáljuk egy kicsinyített modellen. On a small scale model. Ha megnézzük, hogyan ágyazódik a naprendszer a galaxisba, az pedig galaxisok csomójába, és tovább a szupercsomóba, minduntalan torusz folyamatok sokaságát láthatjuk. A torus olyan, mint az univerzum lélegzete. Ez az a forma, amelyet az energiaáramlás felvesz a létezés minden szintjén. De van egy ezt alátámasztó szerkezet is, ami az áramlásba úgy illeszkedik, akár egy csontváz. Ez a vektor equilibrium, így hívják. Az elnevezés Buckminster Fullertől, a 20. század egyik legnagyobb gondolkodójától származik. Fuller hatására magam is évtizedeket töltöttem kutatással. A kérdés annyira foglalkoztatott, hogy 1997-ben egy több tudományágot átfogó kutatóközpont társalapítójává váltam. Célunk az volt, hogy tanulmányozzuk a mintát, és megtaláljuk annak alkalmazási lehetőségeit. A hosszas kutatás során megállapítást nyert, hogy a torus és a vektor equilibrium elemi minták minden szinten alapvető fontosságúak az univerzum létrehozásánál. A kutatóközpont gyűlésein értesültem feltalálókról, akik azt állították, hogy a torus dinamikáját használták fel szerkezeteik alapjául, amelyek égés nélkül állítottak elő energiát. Ez a forradalmi fejlesztés teszi elérhetővé a nullponti, azaz sugárzó, vagy közismertebb nevén az ingyen energiát. Tekintve, hogy világunkban a szenvedés legnagyobb része az energia hozzáférés hiányában gyökerezik, felismertem, hogy az ingyenes, korlátlan, tiszta energia felfedezése lenne a történelem egyik legnagyobb áttörése. Free, unlimited, clean energy would be one of the greatest breakthroughs in history. It could not just improve, nem csak javítaná, de minden téren átformálná az élet minőségét ezen a bolygón. Szóval elkezdtem töprengeni, vajon ki ismerheti még ezt a mintát, vagy ezt a hatalmas lehetőségekkel rendelkező energiaforrást. A tanács tudósai közül páran megmutatták a toruszt, hogyan rejtették kódokba különböző kultúrák évezredeken keresztül. Úgy tűnik, az ősi kultúrák beágyazták ezt a kódot az akkoriban lehetséges legidőállóbb módszerekkel a történetekbe, ikonokba, ABC-kbe és épületekbe. Oldest sacred sites, the Osirian temple at Abydos, Egypt. Very little writing is found in the Osirian temple. Itt vagyunk a világ egyik legrégebbi szent helyénél, az Abydoszi Osiris templomnál, Egyiptomban. Nagyon kevés írás találtak az Osiris templomban, igen ám, de egy nagy jelentőségű információt mégis tartalmaz a templom. Ez egy nagyon halvány, de tiszta és precíz rajz. Nem vésték, nem belefaragták a sziklába, hanem a kő atomi szerkezetébe égették bele, valamilyen különleges módon. Nassim három dimenzióban dekódolta az Osiris szimbólumot. Mivel a mi világunk nem kétdimenziós, értelemszerűen a kód, amely információkat tartalmaz a világunkról, nem sík felületre van feljegyezve. Az Osiris szimbólum háromdimenziós verziója egy vektor equilibriummel kezdődik. Ez egy tökéletes egyensúlyban lévő erőtér, amely 12 egyenlő energiavonalat sugároz kifelé. A középpontját úgy stabilizálják, ahogyan egy kereket feszít ki annak 12 küllője. Az egyensúlyban lévő energia, ami elemi mintákat követ, az alak körül maga a torus.
Itt kitágulunk a következő magasabb szintre, ami összesen 64 piramist alkot. Ez az úgynevezett tetraéder. Ha gömböket helyezünk a megfelelő toruszi energiaterekbe, ami a piramisokat veszi körül, és ezután elhagyjuk a piramisokat, egy mátrixot kapunk, ami bámulatos pontos mása az oziriszi ikonnak. Ez ugyanannak a mintának egy háromdimenziós modellje, amit az egyiptomi templom kőfalára égettek több ezer évvel ezelőtt. Most kontinenseken át utazunk, Egyiptomtól Kínáig, ahol ugyanez a geometria jelenik meg egy másik szent helyen, amit 1420-ban építettek. Azután a tiltott városba lépünk, ahol a napisten székel, és ahol az ősi fukutyákat, a tudás őrzőit találjuk. A tudást a mancsuk alatt őrzik. Ugyanez a geometria a 64 energiaegységgel ismét kódolva. Töprengeni kezdtem, vajon véletlen, hogy pontosan ugyanaz a minta jelenik meg jelentős helyszíneken két különböző kontinensen? De akkor Nassim megmutatta, hogy ez a 64-es geometria a világ kultúráiban évszázadok alatt mindenhol újra és újra kódolásra került. A héber kabbalisztikus életfája ugyanazt a felépítést hozza létre, amit épp most láttunk, az a vektor equilibrium minden szinten önmagába ágyazva. Az ősi kínai tudásrendszere, amit I Ching-nek hívnak, 64 hexagramon alapul, 6 vonallal egy csoportban. Néhányuk folyamatos, néhányuk szakaszos. Ezeket össze lehet rakni egy tetraéder 6 széleként, és mindez együtt alkotja a tetraéder kristályt. Ugyanez a minta jelenik meg a modern tudományos kutatásban. A dupla spirálvonal ABC-je 64 kódból áll, ami a mi emberi DNS-ünket kódolja magában. Látjuk tehát, hogy már évezredekkel ezelőtt fejlett tudás állt rendelkezésre az univerzum élő geometriájáról. De hogy a csodába ismerték? Az ősi egyiptomi, a maja és inka történetek többsége napistenek földre érkezéséről beszélnek, akik technikát, írást és minden tudományukat megtanították nekik. Tömprengeni kezdtem, hogy ezek a napistenek vajon nem fejlett civilizációk voltak-e, akik galaxisunk más részéről jöttek. Ezek a szövegek és sok ősi kultúra úgy írja le őket, mint akik repülőhajókkal érkeztek, vagy a védikus hagyomány szerint repülőgépekkel. Az idők során sok helyen említésre kerülnek ezek az úgynevezett napistenek. Lehetséges, hogy ezek a világunkon túlról érkező korai pilóták lennének felelősek a kód ismeretének megosztásáért? Lehetséges, hogy valójában ennek az erejét csapolják meg, hogy átjussanak a kozmoszon? Meglepett, hogy a kutatásom idáig vezetett. Ráadásul ezek a felfedezések egész addigi hitemet ingatták meg. De Nassim elég meggyőző bizonyíték, amely alátámasztja az elméletet, és én sem láttam semmilyen más racionális magyarázatot, fejlett matematika vagy fizikai fogalmat, amely 3000 évvel ezelőtt rögzítésre került volna. Felkerestem az egyik legnagyobb tudású kutatót, Dr. Stephen Greert, a Földön kívüli intelligenciát tanulmányozó központ alapítóját. Ő interjúk százait folytatta le a legmagasabb rangú kormányzati és katonai szemtanúkkal. Amikor Földön kívüli intelligenciáról beszélünk, olyan civilizációkról beszélünk, amelyek elérték a tudatosságot, mint mi is, de a technológiai és szociális képességük olyan mértékű, amely lehetővé tette számukra, hogy csillagközi vagy bolygóközi civilizációkká váljanak. Ha megnézzük a tényt, miszerint a legóvatosabb becslések szerint is a Tejútrendszer galaxisában legalább 10 000 földszerű bolygó található, akkor az intelligens élet sem zárható ki, amelyek lehetnek ugyanannyira fejlettek, vagy akár fejlettebbek is, mint mi.
mastered the laws of the universe. Szinte majdnem biztos, hogy található a világűrben olyan intelligens életforma, amely tökéletesen elsajátította az univerzum törvényeit. És ezek képesek lehetnek akár télidőkön keresztül utazni, emberi időben mérve, hatalmas távolságokat megtéve a csillagközi térben. Több mint 4000 esetről tudunk, ahol ezek a tárgyak a Föld felszínen landoltak, és fizikai bizonyítékot hagytak maguk után. Több mint 3500 pilóta szemtanúnk van. Több száz eset van, amikor ezeket a tárgyakat radaron követték, ahogy több tízezer mérföld per órás sebességgel közlekednek, vagy eltűnnek, majd újra feltűnnek az égbolt egy másik pontján. Voltak földön kívüli látogatások, voltak lezuhant járművek, ahol idegen anyagokat és testeket találtunk. Kapcsolatban állunk idegenekkel, nem külföldiekkel, hanem más naprendszerből származókkal. Láttam dokumentumokat, amelyek a USS Rooseveltről származnak, ahol több esetben UFO berepülések történtek. Majd miután nukleáris fegyvereket vittünk a fedélzetre, és a parancsnokom közölte velem, hogy bármit is írtam a jelentésemben, az sohasem történt meg, kézzelfoghatóvá vált az eltusolás. A szolgálatot kezdő legénység és a szolgálatot befejező legénység egyaránt látták, ahogy az UFO csak úgy ég és föld között lebegett. Fémes, kör alakú tárgy volt. Amennyire értek hozzá, a rakétáinkat mind hatástalanították. Ez úgy értsd, hogy egyszerűen nem működtek. Valami vagy valaki kikapcsolta azokat a rakétákat. Nos, emlékszem, ahogy ez a valami több ezer mérföld per órával repült, aztán egy fénysugarat nyomott a kilőtt rakétánkra. Utána ide-oda manőverezett, miközben próbáltuk eltalálni. Több fénysugarat is rálőtt a rakétánkra, ami irányt veszte, kibukfencezett a világőrbe. Az a valami meg ahogy jött, el is tűnt a szemünk elől. Meg voltunk győződve róla, hogy nem földi jármű volt. Elvették a filmet, kiszedték belőle azt a részt, amelyiken az UFO volt. Fogtak egy ollót, kivágták, majd egy másik tekesre ragasztották, amit elraktak az aktatáskájukba. Aztán a film többi részét visszaadták Mansman őrnagynak, akivel közölték. Reméljük, nem kell emlékeztetnünk önt, Mansman őrnagy, a biztonsági szabályokra és az eset súlyosságára. De ugyan, melyik épeszű ember hinne neked, ha azt állítanád, hogy láttál egy igazi UFO-t? Az UFO-k létezésének összes bizonyítéka eltörpül egy rendkívül különleges jelenség mellett, amely mindig is meghökkentett és inspirált. A világon szerte szét megjelenő úgynevezett gabonakörökről van szó. Ezek a gondosan kidolgozott minták misztikus módon tekeredve jelennek meg a gabonamezőkben, olyan módon, hogy a szárak lehajlanak, a növények mégis élve maradnak. Több mint 5000 ilyen minta jelent meg, több mint 30 országban, legtöbbjük Angliában. A média több embert kigúnyolt velem együtt. Azt mondták, ezeket a gabona mintákat tudjuk be jó tréfáknak, néhány csintevő éjszakai ügyködésének. Természetesen voltak hamisítványok, de az emberi kézzel alkotott jelenségek megmunkálatlanok az elegáns kreációk hatalmas többségéhez képest. Lehetséges, hogy csalók hozták létre mind az 5000 mintát? Lehetséges, hogy néhány ember kötelekkel és deszkákkal megalkosson egy ennyire összetett és gyönyörű mintát, mint ez itt? Az éjszaka sötétjében, zuhogó esőben, anélkül, hogy lábnyomokat hagynának a talajon? Made in the dead of night in a driving rain and leaving no footprints in the soil? Ahol az elfektetett gabonák kirajzolják a képet, a terület gyakran elektromágnesességgel töltött. Néhány terület ezek közül furcsa, mágneses részecskékkel szennyeződött. Az egyik leglenyűgözőbb gabona minta nem is kör, hanem egy négyszög, amely olyan, mintha közvetlen válasz lenne egy korábbi üzenetre, amit 1974-ben küldtek ki a világűrbe. Az üzenet egy rádiójel volt, amely a bolygónk naprendszerben elfoglalt helyét, és a Föld emberei mutatta azzal a céllal, hogy egy Földön kívüli intelligencia majd fogadni és értelmezni fogja. Huszonhét évvel később, 2001-ben ez a gabona minta jelent meg Angliában.
kiegészítve egy másik ábrázolással. Ez az üzenet megegyezik a NASA jelének formátumával és egy, a miénktől különböző naprendszert ír le, a küldő képével, nem emberi DNS-sel, és egy mikrohullámú antennával, amivel feltehetőleg kommunikáltak a rádióantenna helyett, amit mi használtunk. Az antenna szimbólum megjelent egy évvel korábban ugyanazon a területen, éppen egy olyan működő rádióantenna mellett, amilyet a NASA használt az eredeti jel kiküldésére. A NASA ennek ellenére továbbra is tagad bármilyen jellegű, földön kívüli kapcsolatot. És mégis, évről évre, ezek a bámulatos kreációk jelennek meg. And yet year after year, these spectacular creations appear. Vajon mit jelentenek ezek a figyelemre méltó minták? Itt van néhány kétdimenziós verzió, amely a toruszról árulkodik három dimenzióban. És itt van a vektor equilibrium. És a hozzá kapcsolódó 64-es minta, amit kódolva láttunk oly sok ősi kultúra művészetében. Amikor megláttam az összefüggést a gabonakörök és az ősi kódok között, azt gondoltam, hogy bárkik is hozták őket létre, és bárhonnan is származanak, kell, hogy legyen egy fontos céljuk ezekkel az üzenetekkel. A különös egybeesések miatt valóban hinni kezdtem, hogy ez nem más, mint a torus mintája és a vektor equilibrium. És mindez a 64 tetraéder kristály formájában azt mutatja meg nekünk, hogyan működik az energia az univerzumban, hogy megtanulhassuk ráhangolni magunkat. Úgy hiszem, egy modellt bocsájtanak a rendelkezésünkre, hogy tiszta, biztonságos és határtalan energiákhoz férjünk hozzá, és ezáltal egy újfajta közlekedés módszeréhez. Milyen fontosabb üzenetet adhatnának nekünk, ráadásul éppen akkor, amikor kezdünk a bolygónkon kívülre merészkedni űrhajókkal, műholdakkal. További megerősítést kaptam erről a véleményről, amikor találkoztam Dr. Karcherrel, a Nebraska-i Egyetem korábbi fizikus professzorával, aki szintén UFO jelenségeket kutatott. Dr. Karcher bemutatott egy figyelemre méltó rajzsorozatot egy Lane Andrews nevű nőtől, aki azt állította, hogy meghívták egy földön kívüli űrhajóra. Megdöbbenve láttam részletes vázlatait a toruszi energiamezőkről, amely, ahogy állította, a járművet hajtotta, és az utasokat is védte. Ezután James Gillilanddel készítettem interjút. Jamesnek sok-sok órányi UFO felvételei vannak a Washington állambeli Mount Adamsi farmjáról. Ő szintén azt állította, hogy járt idegen űrhajó fedélzetén. Ami megkökkentett, hogy soha nem találkozott Lane Andrews-zal, és semmit sem tudott az ő élményéről, ám mégis bemutatott egy jelenséget, ami lenyűgözően hasonló volt. Számos űrhajó, forgó fénygyűrűkkel. Egyszerűen véletlen lenne, hogy James és Land ugyanarról a toruszi dinamikáról számol be? Továbbá az is csak véletlen lenne, hogy mindkét embert rendszeresen zaklatták kormányzati és katonai ügynökök? Az UFO-król alkotott teória sokaknak őrültségnek tűnhet, ám egy másik szemszögből nézve teljesen kézenfekvő. And yet from another perspective, it is completely plausible.
The Earth is about. A Föld körülbelül 4,5 milliárd, azaz 4500 millió éves. Mi van akkor, ha még egy bolygó, ami majdnem ugyanolyan, mint a miénk, de mondjuk 4501 millió éves? Egy millió évvel előttünk járnak, vagyis egy galaktikus skálán nézve majdnem az ikertestvéreink. Szóval hol leszünk mi egy millió év múlva? Addigra már talán megoldjuk ezeket a problémákat, és találhatunk egy másik módot is. Legyen az féregjuk vagy térgörbítés. Kell, hogy legyen mód az energia előállítására oly módon, hogy kivonjuk a vákuumból. És a tény, hogy itt vannak, azt mutatja, találtak megoldást. Az emberiség történetének különös korszakát éljük. Megértem, hogy a mi generációnk emberei, akik vezető politikai pozíciókra törekszenek, soha nem mernek a kérdés közelébe merészkedni. Mert ez a teljes világszemléletet megváltoztatja. Tehát itt vagyunk mi, egy relatíve fejletlen faj, amelyik most saját önpusztításával szembesül. Ha a tórusszal való összehangolódás jelenti a megoldást egy újfajta, tiszta, biztonságos energia hozzáféréséhez, képzeld csak el a következményeket. Ez lehet korunk legfontosabb technikai áttörése. Mert ki ne akarna birtokolni egy olyan energiaforrást, amely végtelen és ingyen elérhető. Ez kulcskérdéssé vált számomra, és ez vezetett le a következő nyúlüregbe. Kiderült, hogy a tudósok egészen a korai 1900-as évektől kezdve alternatív módszereket fejlesztenek ki, hogy elektromossághoz jussanak, fosszilis anyagok elégetése nélkül. Nikola Tesla úgy hitte, rábukkant arra, amit sugárzó energiának nevezett. Sok tudós úgy gondolja, ahhoz fért hozzá, amit most mi ingyen energiának nevezünk. De mielőtt Tesla befejezhette volna a projektet, finanszírozója a bankár J.P. Morgan, aki monopóliummal rendelkezett a rész fölött, amit elektromos vezetékekhez használtak, felismerte, hogy Tesla találmánya kábelek nélkül tudna elektromosságot vezetni bárhová. És ekkor befagyasztotta Tesla találmányának finanszírozását. Tesla laboratóriumát megsemmisítették, és őt magát száműzték. Egy modern kori feltalálót, Adam Trombley-t inspirált Tesla munkája és a tórusz lehetőségei. Trombley egy dinamót épített, egy egyenárammal működő generátort, amely elektromos erőhöz fért hozzá egyenesen a levegőből. Megpróbáltuk a bolygó mágneses terét utánozni, és ezt a szerkezetet forgatva létrehoztunk egy dinamót. És tényleg működött is, és működik. Szóval, ha megfigyeljük a természetet vagy a Jupitert, akkor az olyan, mintha egy dinamót néznénk. A Föld is ugyanígy forog. Vagyis van egy mágnesünk, ami a térben forog, ahol a mágnes áramlatai lefelé és keresztül vonulnak ebben a torusz mintájú mágneses mezőben. Ráadásul tágul és összehúzódik, mintha lélegezne. Szó szerint beszippantja a tér energiáját és átformálja. Pontosan itt, a toruszban. Elég energiánk van ahhoz, hogy az egész Földet átformáljuk. És ez nem csupán elméleti kijelentés, ez valóban működő és igaz. Ha fontolóra vesszük ennek jelentőségét, hamar rádöbbenünk, hogy hirtelen a Föld minden része energiához juthat, és minden egyes ember a Földön szabadon használhatja. Teljes bőség áll a rendelkezésünkre. Every single person on Earth suddenly has power. We have universal abundance. Trombley-t meghívták, hogy mutassa be egyik generátorát az Egyesült Nemzetek Szervezetének és az Egyesült Államok Szenátusának. Ám ezt már is meghiúsította az első Bush adminisztráció, majd a készüléket a kormány ügynökei elkobozták egy házkutatás során. Trombley esete nem egyedülálló. Majdnem az összes alkalommal, amikor ráleltem egy hasonló feltalálóra, aki ígéretes, új technológiát birtokolt az ingyen energia szakterületén, hasonló eljárásról számoltak be. John Bedini, feltaláló, Tesla sugárzó energia elméletén kezdett dolgozni évtizedekkel ezelőtt, és egy sorozat akkumulátor töltőkészüléket készített, amelyek több energiát bocsájtanak ki, mint amennyit felhasználnak. Bejelentette, hogy gyártani és értékesíteni kezdi őket alacsony áron. Nem sokkal ezután megtámadták saját laboratóriumában és figyelmeztették, hogy ne gyártsa a készüléket. Saját biztonsága érdekében le kellett mondani az ingyen energia forgalomba hozataláról.
Ezek a készülékek olyan laboratóriumokból valók, amelyeket személyesen meglátogattam. Now. A felvételek minősége nyilvánvalóan gyenge, és nem várom el, hogy bárkit meggyőzzem. De a lényeg az, hogy ott voltam ezekkel a feltalálókkal, szakértők is elkísértek, és láttam ezeket az új energiakészülékeket működés közben. És ez meggyőzött, hogy a technológia létezik, és ennek jelentősége számomra egyszerűen szenzációs. A kanadai John Hutchinson nem csak hogy létrehozott néhány ingyen energia akkumulátor, de felhasználta Tesla teóriáját is, hogy szembeszálljon a gravitációval és tárgyakat remegtessen. Ez forradalmasíthatná a közlekedés szakterületét. A laboratóriumát megszállták, és a felszerelést elkobozta a rendőrség kormányhivatalnokokkal karöltve. 1978-ban, 1985-ben, és legutóbb 2000-ben. Az egyik tudós, akit meg akartunk szólaltatni ebben a filmben, Dr. Eugene Mallow volt, az MIT és a Harvard mérnöke, a Korlátlan Energia magazin szerkesztője, amely az új energia szakterületén elméleti és technológiai fejlesztésekkel egyaránt foglalkozik. Dr. Mallow-t rejtélyes körülmények között agyonverték 2004-ben. Azon tűnődöm, ha ezek a feltalálók mind csalók és sarlatánok volnának, akkor vajon miért nyomják el őket ennyire következetesen és brutálisan? Megkérdeztem Adam Trombley-t, mit gondol, miért nyomják el ezt a technológiát, és vajon az UFO jelenségek kapcsolatban állnak-e mindezzel? Voltak magasrangú emberek a hadseregtől, akik sokat kockáztattak azzal, hogy elismerték ezeknek a dolgoknak a létezését. Mit gondol, a katonai ipari komplexus miért nem akarja, hogy fény derüljön az igazságra? Azért nem, mert akkor gondolkozni kezdesz majd azon, hogy vajon milyen technológia áll mögötte. Ez a lényeg. Az UFO jelenség tagadása kéz a kézben jár az úgynevezett ingyen energia tagadásával. Az energiát a körülöttük lévő tér anyagából vonják ki, ami azt jelenti, hogy bárhol hozzájuthatnak korlátlanul. Ez közvetlen veszélyt jelent a legnagyobb iparágra a Földön, az energiaiparra és a profitjukra. Mert ez azt jelenteni, hogy viszlát ExxonMobil, viszlát olaj, viszlát szén, viszlát vezetékeken történő áramszolgáltatás. Mindez egy csapásra a múlté lenne. Sajnos ez valakiknek a 200 trillió dolláros malac perseje. A hivatalos olaj, gáz és széntartalékok több mint 200 ezer milliárd dollárt érnek ma. Ha az ingyen energiáról ez az információ kijutna, teljesen megváltoztatná a hatalmi pozíciókat a világon. Nagyobb mértékben, mint bármi más a teljes emberiség történelmében. És ez egy szempillantás alatt megtörténne. Vizsgálni kezdtem a lehetséges megoldásokat, és legnagyobb meglepetésemre az elképzelések már több száz laboratóriumban bizonyításra kerültek szerte a világon. És mégsem kerültek nyilvánosságra soha. Ahelyett, hogy kifosztanák egymást, vagy konfrontálódnának, ezek az új technológiák az összeilleszkedésen alapulnak. Harmóniában vannak azzal, ami a természetben megtalálható. Közös jellemzőjük mindazoknak az ingyen energiakészülékeknek, amelyeket láttam, hogy így vagy úgy a tórusz energia alakját utánozzák. Nem kell feltétlenül hinned az ingyen energia technológiájában ahhoz, hogy elnyomd és lerombold ezeket az ötleteket és találmányokat. Azon tűnődtem, hogyan lehetne még inkább igazolni függőségünket az olajtól, széntől, nukleáris és egyéb veszélyes és piszkos technológiáktól, mint hogy letagadjuk az olcsóbb alternatíva létét. Imádott feleségem és egyben munkatársam Kimberly volt az, aki minduntalan emlékeztetett tudományos kutatásom emberi vonatkozásaira. Bármennyire is inspiráló számomra a tórusz, az IT-k és az ingyen energia világa, fel kellett tennem a kérdést magamnak. Ezen dolgok létezése vajon tényleg enyhítené valamilyen módon az emberi szenvedést? És kiderült, hogy igen. A bolygónkon lévő szenvedésnek leginkább az energiához való hozzáférés hiányának van köze. Melegen tudod magad tartani télen? Tudsz ételt és vizet szerezni? Hozzáférsz kórházi ellátáshoz? Ezek mind-mind szoros összefüggésben vannak az energiával. Ha van egy minta, és számomra nem kérdéses, hogy az evolúció ilyen módon értelmet nyerne,
És ha igazodni tudnánk ehhez a mintához, hogy új technológiákat hozunk létre, amely majdnem az összes létező problémánkat megoldaná, akkor megéri foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ha az energia ilyesfajta kinyerésének a technológiáját világszerte szabadon engednék, a változás gyökeres lenne. Mindenkire hatással lenne, mindenhol felhasználható lenne. Ez a technológia a világtörténelem legjelentősebb felfedezése. Tovább ásva a lényeg felé felmerült a következő fontos kérdés. Ki húz hasznot a tudományos kutatás elnyomásából? Kinek a vagyonát és hatalmát fenyegeti a tiszta, ingyenes energiához való hozzáférés? Kinek áll érdekében, hogy fenntartson egy világot, amelyben oly kevésnek, oly sok van, és oly sokaknak, oly kevés. Független kutatóként a tényfeltáró újságírás egyik legfőbb szabályát követtem. Ha a történetnek nincs értelme, kövesd a pénzt! Az olajtól való függőségünk biztosítja, hogy az energiavállalatok fenomenális profitokat arassanak. Láttam, hogy hatalmas forrásokat különítenek el arra a célra, hogy alássák az alternatív energiákkal kapcsolatos kutatásokat, hogy befolyásuk alá vonják a globális tartalékokat, és magas olajárakat tarthassanak fent. Elég pénzük és befolyásuk van ahhoz, hogy bármit elnyomjanak, ami a monopóliumokat fenyegetné. Ki áll tehát a hatalmas energiavállalatok mögött? A Rockefeller olajbirodalom története 1870-ben kezdődött, amikor John D. Rockefeller megalapította a Standard Oil-t, és Amerika első milliárdosa lett. A Standard Oil azóta ExxonMobil-lá és más cégekké alakult. De a Rockefellerek felügyelik az élelmiszerünket is, ők a felelősei annak, hogy a mezőgazdasági termelés globális szinten kőolaj alapúvá vált. Emlékszem a 60-as, 70-es évek úgynevezett zöld forradalmára. Mint a legtöbb ember akkoriban, én is úgy gondoltam, hogy nagyszerű dolog. Azonban ez hatalmas területek egyfajta terménnyel való beültetésén alapult, irdatlan mennyiségű olaj alapú műtrágya, növényvédőszer és rovarirtó felhasználásával. A zöld forradalom a Rockefeller Alapítvány természettudomány osztályának ötlete volt, amelyhez partnerészegődtek a nagy mezőgazdasági vállalatok. A kőolaj alapú mezőgazdaság hatalmas profitot hozott az olajiparnak, de soha nem váltotta be az ígéreteit, miszerint megszüntetné az éhezést, és biztosítaná az egészséget. A zöld forradalom kezdetben valóban növelte a termelékenységet, hiszen minden földterületet azonnali termelésre használtak, de ennek a tényleges hatása most már látható. Az adófizetők milliárdokkal támogatják a hatalmas mezőgazdasági vállalatokat. A kicsi családi farmok szinte nyomtalanul eltűntek. A biológiai változatosságot elpusztították, gyilkos kémiai anyagok mérgezik a farmon dolgozókat és a földet, a vizet és az élelmiszereket is, veszélyeztetve mindnyájunk egészségét. 2010-ben minden hetedik ember éhezett a világon. A hatalmas vállalatok kémiai anyagokat hoztak nekünk a vegyszeres ipari mezőgazdasághoz. Három eszközről van szó, amely szabályozza a mostani termelést. Az egyik a genetikai módosítás. A második a módosított magok szabadalmaztatása, azaz tulajdonképpen az élet szabadalmaztatása. És azzal, hogy a magokat így magántulajdonúnak nyilvánították, minden farmer, aki nem tőlük vásárol, bűncselekményt követel. A harmadik az úgynevezett szabadkereskedelmi megállapodások szabályozása, amely megvonja a hétköznapi embereket, farmereket, termesztőket a szabadságuktól, hiszen nem tarthatják meg a magokat. Ez az eljárás egy tudatos folyamat afelé, hogy még nagyobb függőséget vessenek ki az emberiségre egy maréknyi vállalat segítségével. Ez a végső lépés. We are, through what we are doing with seed, literally for the first time, creating a new colonization, which I call the colonization of the future. Tehát két meghatározó területen, az energia és az élelmiszer piacon ugyanazok az elit bankárcsaládok és vállalataik vették kezükbe az irányítást. És a következmények pusztítóak. Rettenetes volt szembesülnöm azzal, hogy a befolyás ilyen monopóliumát fedeztem fel, de tudtam, hogy nagyon fontos lépés.
mint amikor kiderül, hogy van egy fenyegető, de gyógyítható betegséged. Először meg kell értened, mi okozta és hogy működik. A cél az, hogy meggyógyítsuk. Tehát folytattam a kutatásomat. Ha az olaj és az élelmiszer a nagy bankárcsaládok kezében van, vajon még hol jelenik meg a befolyásuk? Ahogy követtem a pénz útját, világossá vált számomra, hogy ez az irányítás az életünk minden területére kiterjed. És mindig ugyanazokra a családokra bukkantam rá, a bankjaikon és vállalataikon keresztül, vagy közvetve hatalmas alapítványaikon keresztül. A Rockefellerek voltak azok, akik a Nemzeti Oktatási Alapot létrehozták a Carnegie Foundation, majd később a Ford Foundation segítségével. Mit akartak az ipar irányítói az iskoláinktól? Engedelmes és kezelhető munkaerőt, akikből később irányítható alkalmazottak és lelkes fogyasztók válnak. Az iskoláknak rögzített viselkedésformákat kellett kialakítani, amely megfelel a hatalom elvárásainak. Azért tart 12 évig, hogy reflexből reagálj, hogy bárki, aki hatalmi pozícióban van, megmondhassa, mit tegyél. Akár az oktatás, az egészségügy is egy olyan terület, ahol a nagy pénz és vállalatok dominálnak. Az amerikai orvosi kamarát például nagy részt a Rockefellerek finanszírozzák, akik arra használják a befektetést, hogy befolyásolják a kutatásokat és a döntéshozatalt. Egy átlagos orvos 4 évig tanul az orvosi egyetemen, közben pedig egy tárgyat vesz fel a táplálkozástanból, hetente nagyjából 2,5 órányit. A tantervi tananyagokat a Nemzeti Tejterméktestület, a Nemzeti Állatállomány és Húsbizottság és más hasonló iparágak szolgáltatják, például a Cukorgyárak Szövetsége. Ezek a tömörülések elsősorban olyan termékeket akarnak eladni, amelyek nagy mértékben teszik tönkre az egészségünket. Sajnos az egészségügyi rendszerünk felépítése is olyan, hogy az orvosok oktatását is elsősorban gyógyszergyártó cégek pénzelik, tehát érdekük, hogy annyi gyógyszert készítsenek és adjanak el, amennyi csak lehetséges. Ez egyszerre időspóroló mód, pénzcsinálásra az orvosoknak, gyógyszergyártó cégeknek és az egész orvosi testületnek. Igazából azokat a problémákat állandósítják, amelyeket hivatottak volnának enyhíteni. Side effects may include nausea, dry mouth and constipation. Decreases in white blood cells, which can be serious. Sexual side effects, diarrhea, nausea and sleepiness can lead to coma or death. How far will these forces go to make a profit? Milyen messze mennek el ezek az erők a profit érdekében? Vajon eltitkolnák-e egyes betegségek gyógymódját, ahogyan eltitkolják az ingyen energia technológiáját is? Sajnos a kutatásom azt mutatja, hogy igen. Egy jól dokumentált példa dr. Royal Rife esete. Az 1920-as években dr. Rife feltalálta kora egyik legfejlettebb mikroszkópját. Egy új technológiát is kifejlesztett, amit koordinált rezonanciának nevezett, melynek segítségével úgy tűnt, képes elpusztítani a rákos tumorokat és vírusokat is. 1934-ben klinikai tesztek során a Dél-Kaliforniai Egyetemen keresztül Rife gyógymódját 16 halálos rákbeteg páciensen tesztelték. 3 hónapon belül mindegyiküket sikeresen meggyógyították. Érdekes módon nem sokkal később a feltaláló technológiáját tesztelő laboratórium leégett. Ráadásul még egy ostoba perkeresetet is adtak be ellene. Az amerikai orvosi kamara akkori vezetőjének nyomására a tudóst lényegében félreállították és tönkretették. Így brilliáns és ígéretes munkája feledésbe merült. Nagyon nehéz volt elfogadnom, hogy valaki képes gyógymódokat elrejteni a világ elől. A rák tomboló folyóként futott végig a családomon. Közben rájöttem, hogy minden a szabadalmakról szól. Ha egy gyógyszergyártó cég szabadalmaztathat és pénzt csinálhat egy kezelésből, különösen egy olyanból, amit folyamatosan igénybe kell vennünk, akkor azt a gyógyszert kapjuk. Máskülönben nem hallunk róla. Nem csak Rife-t állították le. Ring Ace rendelkezett egy ősi, oszibba indián recepttel, amely hatásos volt. Harry Huxley-nek, Max Gersonnak természetes orvosságai voltak, amelyek hatottak. De ha rájuk keresel bárhol, azt tapasztalod, hogy az amerikai orvosi kamara csalóknak titulálja őket. Ezért volt a pénzkövetése ekkora segítség. Mert ugyanazok az erők, akik az orvosi kamara kutatásait és finanszírozását felügyelik, irányítják a gyógyszeripart is. Tehát a nem szabadalmaztatható gyógymódok elnyomása igencsak kifizetődő tud lenni. Az, hogy tudom, létezik a gyógymód, nem csillapította a gyötrelmemet, mert túl sok szerettemet vesztettem már el a rák miatt. Ugyanakkor ez erőt is ad ahhoz,
hogy kezeljem a fájdalmat. Úgy gondolom, ha szeretettel és odaadással viseltetünk mindazokért, akik meghaltak vagy meg fognak halni fölöslegesen, és arra törekszünk, hogy kifejlesszük és közreadjuk ezeket a gyógymódokat, megtörhetjük a rák pusztítását, és meggyógyulhatunk. Bármennyire is nehéz volt számomra szembesülni a végkövetkeztetéssel, be kell látnom. Létezik egy elit csoport és általuk vezetett vállalatok sokasága, amely irányítást szerzett nem csak az energiánk, élelmiszerellátásunk, oktatásunk és egészségügyünk felett, de ezáltal az életünk minden területe felett. A világ pénzvilágát úgy irányítják, hogy nem állítanak elő új értékeket, hanem a pénzforrást ellenőrzik. Amikor követtem a pénzt, felismertem egy piramis szintjeit. Mi itt vagyunk az alsó szinten, és éljük a mindennapi életünket. Fölöttünk van a kormány, embereket csoportja, akiknek az erő monopóliumát adták, akik ezt arra használják, hogy megadóztassanak és irányítsanak bennünket, akár beleegyeztünk, akár nem. De ki irányítja őket? A következő szinten a vállalatok állnak. Sokan már most is úgy vélik, hogy a világot valójában vállalatok és nem nemzetállamok irányítják. Ez az úgynevezett nagy vállalatok által pénzelt áldemokrácia. Ahhoz, hogy a világ nyersanyagait megszerezzék és piacait irányítsák, ennek a vállalati érdekszövetségnek olcsó pénzhez kell hozzáférnie. A nagy vállalatok különleges áron kapják kölcsöneiket a nagy bankoktól, ami azt jelenti, hogy azok, akik a fő bankokat irányítják, végső soron a vállalatokat is irányítják. Ahogy a pénzt követtem, arra jöttem rá, hogy majdnem minden, amit valaha a pénzről hittem, egyszerűen nem igaz. Érdekes, hogy mi egyszerű emberek milyen kevés kérdést teszünk fel mindennapi dolgokkal kapcsolatban. Például, amikor bemegyünk a bankba és hitelt kérünk, mondjuk 50 000 dollárt vagy 50 000 fontot, mi történik valójában? A legtöbb ember éli az életét, talán vannak homályos elképzeléseik arról, hogy mi is történik. Ám ami igazából történik, csupán annyi, hogy kérsz 50 000 fontot, ők pedig begépelnek 50 000 fontot a számládra. Ez minden, amit tesznek. Nem vernek semennyi érmét, nem nyomtatnak semmilyen pénzt, hiszen nincs nekik semennyi nemes fémük sehol. Csak ráraknak 50 000 fontot a számládra egy számítógép képernyőn, és te attól a perctől kezdve elkezdesz kamatot fizetni arra a pénzre, ami soha nem létezett, nem létezik, és soha nem is fog létezni. A bankok 9-szer több pénzt helyezhetnek ki hitelre, mint amennyi tartalékuk van a páncéltermeikben. Ez az úgynevezett kötelező tartalékráta rendszere miatt lehetséges. Hogy egy banknak mennyi tartalékkal kell rendelkeznie, azt a bankokat irányítók határozzák meg. Az USA-ban ez jelenleg 10% körül van. Tehát ha letétbe helyezel 10 000 dollárt egy bankban, a bank félretesz 10%-ot, azaz 1 000 dollárt, és a pénzed maradék részét kiadja hitelre. Azután mondjuk egy másik személy bejön a bankba, és egy autóhitelt kér 9 000 dollár értékben. Ebben a pillanatban a bank kölcsönadja a 9 000 dollárt az eredeti letétedből. Vagyis ez a pénz többé már nincs ott. A kölcsönvevő aztán kifizeti a személyt, aki az autót árulja, mire ő bemegy, és befizeti a pénzt egy másik bankban, ami ugyanannak a központi bankrendszernek a része. Ezt a 9000 dollárt új letétként kezelik, és a folyamat folytatódik. A pénzt újra letétbe helyezik, és újra kihelyezik hitelre, amíg az eredeti 10 000 dollár letétből 100 000 dollár nem lesz. A bankrendszer tehát így állít elő 90 000 dollárt azzal, hogy kölcsönadta a pénzedet, ami eredetileg csak 10 000 dollár volt. Ez a folyamat valamikor az aranyművesekkel kezdődött a 17. században, amikor az emberek még arannyal kereskedtek. Az aranyat nehéz volt cipelni, ezért az emberek a valódi fémet páncéltermekben tárolták, és számlákkal kereskedtek helyette. Azok a számlák voltak tulajdonképpen az első papírpénzek. Mivel azonban mindössze néhány ember venné ki az aranyát bármilyen adott időben, a páncélterem tulajdonosok, azaz az új bankárok, elkezdtek számlákat kiállítani több fémről, mint amennyit valójában a széfekben tartottak. Ezeket a számlákat kiadták kölcsönre, és kamatot számítottak fel a pénzre, vagyis olyan aranyra, amivel igazából nem is rendelkeztek. Így született meg az úgynevezett részleges tartalék rendszere, amit ma kötelező tartalékrátaként ismer a bankrendszer. Ebben a rendszerben a bankárok pénzt csinálhatnak a semmiből, miközben a többieknek keményen kell dolgozniuk azért, hogy azt a pénzt előteremtsék. Ez alkotta meg a szolgaság modern formáját,
ahol a társadalomban tömegek dolgoznak azért, hogy kifizessék a tartozásukat a bankoknak. A részleges tartalék rendszere következtében elkerülhetetlenül adós rabszolgákká váltunk a pénzügyi elit uralkodó osztálya felé. Nem azért, mert jobbak vagy okosabbak, mint bárki más, hanem azért, mert korrumpálták a rendszert, hogy nyerészkedjenek a bolygón élő többi ember kárára. Catherine Austin Fitz szakértő a témában. Lakhatási és vidékfejlesztési államtitkár volt az idősebb George Bush elnöksége alatt, majd azt követően a Clinton adminisztráció tanácsadója. Let's set up a game of Monopoly. Hozzunk létre egy Monopoly játékot, aminek része vagy. Én folyamatosan csak pénzt nyomtatok, magamnak adom, ezzel lecsökkentem a te pénzed értékét. Minél többet nyomtatok, annál jobban járok. Nem számít, mennyire dolgozol keményen, vagy hogy mennyire vagy sikeres. A vége mindig úgy is az, hogy ingyen megvehetlek. Hogy lehet az, ha te vagy én nyomtatunk pénzt, azt hamisításnak hívják, de ha a bankok teszik, akkor ez a pénzállomány növelése. Hogyan szerezték a bankok ezt a hatalmat? Ez a Jekyll sziget, ahol 1910-ben a Rockefeller család, a Rothschildek, Morganek és más privát bankárok képviselői összegyűltek titokban, hogy megtervezzék azt a törvényjavaslatot, amely később megalapozta a szövetségi tartalék rendszerét. Edward G. Griffin még könyvet is írt arról, ami a Jekyll szigeteken történt. Central banks. A bankárkartelek összekapcsolódtak mindazon országok kormányaival, ahol üzemelnek, és teljes hatalmat kaptak a nemzetek pénzkibocsátása fölött. Ezt a jogot pedig a politikusaink adták oda, cserébe azért, hogy részesedjenek a haszonból. És mit tesznek a bankárok a politikusoknak ezért cserébe? Megígérik, hogy pénzt hoznak létre a semmiből, hiszen megvan hozzá a jogi hatalmuk bármikor, amikor a kormánynak szüksége van rá. And since 2008, 2008 óta a feljegyzett történelem legnagyobb pénzhamisításának lehetünk tanúi. A pénzügyi bűvész mutatvány elrejti az árat, elrejti a felelőst, és minket meghagy adós rabszolgának, akik azért dolgozunk, hogy kifizessük a számláikat. Ugyanabban az évben, amikor a Federal Reserve megalapult, az Egyesült Államok adóhatósága is létrejött. Bevezették a személyi jövedelemadót, hogy neked és nekem kelljen a politikusok adósságát, plusz azok kamatait visszafizetni a bankároknak. A legfőbb probléma, hogy itt az USA-ban egy magántulajdonban lévő központi bankunk van, amit úgy állítanak be, mintha a kormány tulajdonában lenne. Ha megnézed a telefonkönyvben itt Washington térségében, és rákeresel a Federal Reserve-re, a kék kormányzati oldalak között nem találod meg. A fehér oldalak között van, pont a Federal Express mellett. Ez egy magántulajdonban lévő központi bank. Milyen a kapcsolat a Fed elnöke és az USA elnöke között? Először is, a Fed egy független szervezet, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nincs olyan kormányszervezet, amely fölülbírálhatná a tevékenységét. Van tehát egy magánbank, amely az állami kincstár megbízásából nyomtat bankjegyeket. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed egy adósság alapú rendszerben nyomtatja a pénzt. Ez hiányt idéz elő, miközben benfentesek olyan csoportját hozza létre, akiknek közvetlen hozzáférésük van a gazdasági statisztikákhoz. Erről az átlagembereknek fogalmuk sincs. Tehát létezik egy kis csoportnyi bankár, akik értik, hogy a pénz hogyan működteti a gazdaságot. Ez megadja a lehetőséget a számukra, hogy úgy nyomjanak pénzt, hogy ők védve maradjanak, miközben mindenki mást szépen megfejnek. Catherine tovább folytatta egy egészséges gazdaság összehasonlítását a vibráló tórusszal, amely kiegyensúlyozott, szabadon áramló és energiával teli, ellentétben azzal, ami a gazdaságunkban ma történik. Van egy rendszerünk tehát, ami nagyon dinamikus és folyamatos egyensúlyra törekszik, de belül a magjára egy bélféreg van rátekeredve. A bélféreg úgy működik, hogy kemikáliát fecskendez a bélrendszerbe, ezáltal a tested azt kívánja, ami neki jó, neked viszont rossz. We live in a tapeworm economy.
Tehát van egy élősködő a szervezetben, ami manipulatív, és felhízalja magát a szervezetből táplálkozva. Bélféreg gazdaságban élünk, ahol a pénzes elit a féreg, és rajtunk hízlalják magukat. És nem szeretik, ha leleplezik a titkaikat. Miután Kathleen elkezdte felfedni a legmagasabb szintű kormány korrupcióit, az FBI megszállta a cégét, és elkobozta vagyontárgyait. 10 éven át nyaggatták bírósági tárgyalásokkal, mielőtt ártatlannak nyilvánították volna. Tehát van a szövetségi tartalékrendszer, egy magánkézben lévő pénznyomási monopóliummal rendelkező társaság, mindenfajta felelősségre vonhatóság nélkül, amely mögött ott áll a kormány, az erőszakszervezetek monopóliumával. Az ország elfogadta a Fed hatalmát, mivel az a politikától független intézménynek állította be magát a gazdaság stabilizálása érdekében. Valójában azonban létezésének elmúlt 100 éve alatt a Fed éppen az ellenkezőjét tette. Hatalomra jutásuk óta folyamatosan kirabolnak bennünket. A dollár vásárló ereje több mint 96%-kal esett vissza. A vagyoni különbségek mutatói tisztán bizonyítják, hogy a pénz nagy része nagyon kevesek kezébe kerül. Alig 16 évvel a Fed hatalomra kerülése után Amerikában kitört a nagy gazdasági válság. A kutatásaim felfedték, hogy az 1929-es összeomlás előtt az elit bankárok kivették a pénzüket a tőzsdéről, majd az összeomlás után ezt a készpénzt használták fel arra, hogy olcsón vásároljanak fel részvényeket és kisebb, csőd szélén álló bankokat fillérekért. A bankárok közt, akik így alapozták meg a vagyonukat, voltak a Rothschildek, a Rockefellerek és a Morganek. A 2008-as összeomlásnál nagyon hasonló volt a helyzet, megint csak ugyanazok a bankárok húztak hasznot belőle. A válságot megelőző években a legnagyobb bankok, beleértve a Bank of America-t, a Citigroup-ot és a Chase Manhattan Bankot is, amely a Rothschildek, a Rockefellerek és Morganek irányítása alatt áll, rossz hitelkonstrukciós csomagokat állítottak össze és adtak el. Olyanokat, amelyekről tudták, hogy előbb-utóbb csődöt mondanak. Ez épp olyan, mintha rohadt narancsokat pakolnál egy dobozba, majd eladnád őket első osztályú áruként. A hitelkölcsönzők tudták, hogy csupán időkérdése, és valaki végül felnyitja a dobozt, és rájön, hogy a doboz tartalma értéktelen. Hiszen ők maguk voltak azok, akik a dobozt becsomagolták. A rohadt narancsok ebben a példában pedig a fedezetlen kölcsönöket, a származtatott termékeket, és a hitelfedezeti biztosítások adásvételét jelenti. Mire erre fény derült, már mindenki nyakig benne volt. Emberek veszítették el otthonaikat, üzleteiket és nyugdíjtartalékaikat. Míg maguk a bankok, akik a problémát kreálták, elsőként lettek kimentve a helyzetből. Miért van ez így? Miért adott a Fed 1000 milliárdokat a bankoknak, miközben az amerikai társadalom nagy része ellenezte a kimentésüket? Miért nem inkább azokat segítette, akiknek a legnagyobb szüksége volt rá, azok helyett, akik okozói voltak a pénzügyi válságnak? A kutatásaim arra engedtek következtetni, hogy ugyanazok, akik a szövetségi tartalékrendszerét létrehozták, a Rothschildek, a Rockefellerek és a Morganek, a mai napig kézben tartják azt, és saját magukat mentették ki a mi kontónkra. A Kapitóliumban a bankok mind a mai napig a legerősebb lobbisták, és őszintén szólva a hely valójában a tulajdonukban is áll. Meggyőződésem, hogy a 2008-as gazdasági összeomlás egy előre kitervelt, felhizlaljuk, megfejjük, eldobjuk séma alapján történt, amit a nagy bankok terveztek meg és hajtottak végre saját hatalmuk és javaik növelésére. David Icke elmagyarázza, ő hogyan látja a Federal Reserve rendszerét, az úgynevezett üzleti ciklusok mozgatórugóját. Az első fázis olyan, mint a horog bedobása. Ebben az első fázisban sok-sok kereskedelmi pénzegységet teszel a körforgásba. Ezt a kamatcsökkentéssel lehet elérni, és sok-sok hitel kihelyezésével. A ciklusnak ezt a részét hívjuk virágzásnak. Mivel rengeteg pénzegység van forgalomban, a pénz sok kézen megy keresztül. Ez sok gazdasági tevékenységet von maga után, ami munkahelyeket teremt. És mivel sok a költekezés, a kiadás, a kereslet is magas, így a cégek még több kölcsönt vesznek fel, még több friss pénzt igényelnek, hogy növeljék a termelékenységüket. Az emberek magabiztossá válnak a mindennapokban. Képzeld, ennek és ennek a cégnek dolgozom, rengeteg megrendelésünk van, igazán jól mennek a dolgok, biztos az állásom. Tudod mit? Vegyünk egy nagyobb házat. És akkor elkezdődik fent a stratégiaváltás. Elkezdik behúzni a horgot. Felemelik a kamatokat, egyre kevesebben vesznek fel kölcsönöket, és a kölcsönfelvételi feltételeket is szigorítják. És most, hogy a kamatok emelkedtek, az emberek bevételének nagyobb része megy egyébként is vissza a megemelkedett kamatok fizetésére,
és nem marad a körforgásban a vásárlások által. A larger part of people's income is going to pay back the extra interest and not being circulated in buying things. Suddenly, így, hogy nincs már olyan sok pénz a körforgásban, kevesebb dolgot vásárolnak. A cégek elkezdenek lecsúszni, kevesebb profitot termelnek, majd elkezdik csökkenteni az alkalmazottak számát, majd szépen lassan tönkre mennek. Az emberek elvesztik az állásukat, nem tudják tovább fizetni a nagyházra felvett kölcsönt, amit a jó időkben vettek föl. A bankok elkezdik bevonni a hálót. Rövidebbre húzzák a kötelet. Mert amikor a cégek és egyének csődbe mennek, a bankok akkor tesznek szert a valódi vagyontárgyakra. Az ingatlanra, a földre, a forrásokra, vagyis amire a kölcsönt aláírták. A digitális számokra a képernyőn. Ez a gazdasági ciklus váltakozás, a horog bedobása, majd behúzása, pénz kibocsátása, majd később bevonása évszázadok óta működik. És amit mostanra okozott, az nem más, mint hogy ellopta a világ javait, és néhányak kezébe összpontosította. Nemzetközi szinten a központi bankok bankárai a világbankot és a nemzetközi valutaalapot használják fel arra, hogy még több pénzt keressenek, miközben a kölcsönző országok forrásait kiaknázzák, majd csődbe viszik őket. A bankok központi bankja a Rothschildok által létrehozott nemzetközi kifizetések bankja. Az elit úgy pozícionálja magát, hogy gyakorlatilag mindent a kezében tart, ami a túlélésünkhöz szükséges. The elite are positioning themselves to control access to virtually everything we. Mindegy, hogy merre mész a világban, a pénzt a bankrendszer ellenőrzi. Ők döntik el, hogy az emberek esznek-e vagy éheznek, kiből lesz milliárdos, és ki él napi egy dollárnál kevesebből. Aki a pénzt kontrollálja, a világot kontrollálja, és a pénzt csak nagyon kevesen ellenőrzik. He who controls the money controls the world, and a very few control the money. Mostanra az én nézeteimben a világ a feje tetejére állt. Nehezemre esett a felismerés, hogy kevesek számára a siker és gyarapodás csak sokak kudarca és szenvedése árán lehetséges. Az elit központi bankárok átverték az egész világot, hogy ők még több pénzt kereshessenek. Már így is milliárdokat birtokolnak. Mire játszanak hát? Mi lehet a végső céljuk ezzel? Csak futkostam egyik helyről a másikra, hogy perdöntő bizonyítékokra és szakemberekre találjak. Megerősítést akartam abban a hitemben, hogy a bankár elit legtitkosabb célja nem más, mint a totális globális világhatalom megszerzése. Először hihetetlenül felháborodtam, de elhatároztam, hogy mindenképpen a végére járok annak, miért nem tudunk gyarapodni, boldogulni. És nem érdekel, mi lesz a végeredmény. Egyik hajnalban égető kérdéssel a fejemben ébredtem, ha ez a maroknyi kis csoport az egész világot uralni akarja, mit kellene az irányításuk alá vonniuk, hogy elérjék a céljukat? Kiugrottam az ágyamból, és elkezdtem egy listát összeállítani. Elsősorban a pénzt kell ellenőrizniük, és ezt a kezükben is tartják. A pénz irányítása lehetővé teszik számukra, hogy minden mást is az irányításuk alá vonjanak. Kézben kell tartaniuk az energiát. Kézben is tartják. Már kezükben tartják a mezőgazdaságot és a világkereskedelmet is. Felvásárolják az ivóvízkészleteket világszerte. Zsebrevágták az egészségügyet, és próbálják a szőnyeg alá seperni a természetes alternatívákat. Emellett fontos ellenőrizniük az információáramlást és a reakcióinkat. Amerikában az internet, vagyis a legnagyobb kommunikációs és szervezeti eszközünk jelen pillanatban nem ellenőrzött, és cenzúra sincs. Emiatt azonban folyamatos támadások érik. Kormányok, nagyvállalatok és az ENSZ mind igyekeznek a befolyásuk alá vonni, mert a teljes hatalom megszerzéséhez ellenőrizni kell a véleménykülönbségeket is. Csorbítaniuk kell a jogainkat, kémkedniük kell az átlagpolgárok között, és életünk minden aspektusát nyomon kell követniük. Hamarosan tisztában voltam azzal, hogy a nagyhatalmak majdnem mindent kézben tartanak, ami a világuralomhoz szükséges, és arra az ijesztő felismerésre jutottam, hogy a Big Brother nem csak eljön majd valamikor, hanem már itt is van.
Már benne vagyunk a Matrixban. De hogyan jutunk ki belőle? Hogy ezt megoldjam, rájöttem, fel kell térképeznem, hogyan is néz ki a hatalmi felépítésük, és hogyan működik. Egy viszonylag kis, néhány családból álló csoportra találtam. A Rothschildok, Rockefellerek, Morganek és a Carnegie család együtt a Harrimanekkel, a Schiffekkel, a Warburgokkal vezetik-e hatalmi elit csoportot, nyugaton generációk óta. Nem azt akarom mondani, hogy ezeknek a családoknak minden egyes tagja tisztában volna a tervvel, és aktívan részt is venne e globális hatalmi játszmában. De meggyőződésem, hogy ezen dinasztiák vezetői irányítják a nagyvállalati és banki érdekeket, hogy végrehajtsák bajoslatú terveiket, amely annyiak életét teszi tönkre. A titkos terv végrehajtónak csoportjára számos nevet aggattak már. Köztudott, hogy rendszeresen folytatnak tárgyalásokat éppen aktuális ügyeikről a világ különböző pontjain zárt ajtók mögött. Majd terveik óramű pontossággal jelennek meg a médiában, valamint a pénzügyi, nagyvállalati, kormányhivatali és hadászati szintereken. Természetesen a csoport nem minden résztvevője vesz részt a döntéshozatalban. A tájékoztatás és a részvétel itt is hierarchikus. Az irányító csoport egyik legfőbb szimbóluma a mindent látó szem. Ez látható az egy dolláros bankjegyen és az amerikai térfigyelő rendszer emblémáján is. Megtalálható az MI5 a brit titkos szolgálat címerén, de még az izraeli legfelsőbb bíróság épületét is felügyeli, amit a Rothschildok hoztak létre és tartanak fenn. Annak idején a fenséges egyiptomi Keops piramis képét választották, és annak legendás fémből készült sarokkövét. Elferdítették a jelentését, hogy azokat jelképezze, akik a csúcson vannak, és képesek mindenkit szemmel tartani és ellenőrzés alá vonni, akik alattuk helyezkednek el. Az egyik legfájdalmasabb pontja a dolognak, hogy ezt az információt olyan emberek használják, akik az antiszemitizmust is hirdetik. Ennek ugyanis semmi köze a zsidó kérdéshez. A rasszizmus mégis folytatódik, ami sokak életét teszi tönkre. Hadd szögezzem le, ez egyáltalán nem zsidó kérdés. Dokumentumok bizonyítják, hogy a központi bankok a II. Világháború mindkét oldalát finanszírozták. Olyan vállalatokat is, amelyek köztudottan kapcsolatba hozhatók Hitler zsidó ellenes cselekményeivel. Mivel ezeknek az embereknek több pénzük van, mint amire leszármazottainknak valaha is szükségük lesz, és mivel hatalmuknál fogva módjukban áll bármikor pénzt kibocsájtani, nem hiszem, hogy végső céljuk a meggazdagodás lenne. Miután minden anyagi javad, amit csak az életedben elképzelsz, rendelkezésedre áll, mi maradhatott még, ami izgalomba hoz? A legtöbb ember számára a válasz egyértelmű. A hatalom. Vagyis a globális hatalom. Intellektuális elitté váltak, így azt gondolják, hogy a tervük mindenki felett áll. Ma már tudják, hogy a szabadság veszélyes. Ha az embereknek szabadságot adnak, azt gondolják róluk, hogy nem fognak azzal bölcsen élni. Úgy gondolják, hogy sokkal okosabbak mindenkinél, és a többség érdeke, hogy uralkodjanak felettük. Amint felismertem az elképzelést, miszerint az uralkodó elit saját globális hatalmát szervezi, hallottam is ugyanezeket az embereket, amint ténylegesen is beszélnek erről a nyilvánosság előtt. Ők ezt a jövőt új világrendnek nevezik. Amikor sikeresek leszünk és azok leszünk, reális esélyünk lesz az új világrend megvalósítására. Ez egy új világrend, ami jelentősen eltér az eddigitől, és radikális kihívásokkal van tele. Az új világrendet létre lehet hozni. Ez egy remek lehetőség. Világunk állapotát tekintve az új világrend akár nagyszerű ötlet is lehetne, de semmiképpen sem abban a formában, ami kiderült a jelenlegi globális elit terveiről. Egy világkormány, amit néhány elit csoport vezet, akik nem látják a globális összefüggéseink valóságát, és nem ismerik fel, hogy lelki szinten és minden téren mindannyian kapcsolatban vagyunk egymással, szöges ellentéte mindannak, ami jó volna az emberiség számára. Ez pusztán az oszd meg és uralkodj elv új értelmezése. Irányítanak minket, hogy egymás ellen forduljunk, hogy azt gondoljuk, demokraták vagy republikánusok, liberálisok vagy konzervatívok vagyunk, és rajtunk kívül mindenki más csak probléma. Eközben mindkét oldal végeredményben ugyanazokat a terveket szolgálja. Hiszem, hogy jelenleg mindannyian egy totális diktatúra felé haladunk, ami egy szűk elit irányítása alá fog kerülni. Övék lesz az összes hatalom, és ők hozzák a szabályokat is. Ha sikerrel járnak, nem lesz hova futni, nem lesz hova bújni.
Az összeesküvés elméleteket olyannyira kigúnyolták, hogy ma már az is kirekeszt a társadalomból, ha csak rágondolsz. Ráadásul mindig van egy észszerűnek hangzó történet, amivel bármit meg tudnak magyarázni. Először arra gondoltam, ők biztosan csak kihasználják a helyzet adta lehetőségeiket, és valójában nem ők idézték elő azokat. De majdnem egy évtized után a kérdéseket és bizonyítékokat összevetve meggyőződésemmé vált, hogy ez nem lehet véletlenszerű. Ma már tudom, hogy néhány nagyon befolyásos elit bankárcsalád politikai és vállalati partnereikkel karöltve azt tervezik, hogy uraljanak és irányítsanak valamennyiünket. Amint felismertem a terv valóságát és méretét, nagyon elgondolkoztam, mennyit is akarok én ebből valójában tudni. Valóban a legrosszabbra akarok gondolni, amire az ember csak gondolni képes. Elhatároztam, hogy igenis érdemes megtudnom, hogy kik ezek az emberek és hogyan működik a szervezet. A harag és bánat másik oldalán ott a fény és az erő, amire összpontosítani kell erőfeszítéseinket. Most, hogy már megértjük, mi is történik körülöttünk valójában. Clarity and strength, the power we have to focus our efforts effectively, now that we understand what's really going on. A legnagyobb börtön, amiben az emberek élnek, az a félelem, hogy a többi ember mit gondol róluk. Én közröhely tárgyává váltam egy időben, de kiléptem ebből a félelemből, és nem érdekel, mások mit gondolnak rólam. Saját börtönödet felismerni csak akkor tudod, amikor megteszed ezt a lépést. Eztán egyből azonnal megértettem, milyen könnyű keveseknek irányítaniuk a tömeget. Csak annyit kell tenned, hogy diktálod a társadalmi normákat, hogy mit tekintünk helyesnek és helytelennek, erkölcsösnek és erkölcstelennek, jónak és rossznak, józannak és őrültségnek, lehetségesnek és lehetetlennek. Eztán csak létre kell hozni egy ütközési zónát. És ha ez zónán belül éled az életedet, és azt mondod, amit gondolsz, akkor az emberek békén hagynak, mert normális vagy. Apró lépés, amely kifelé vezet innen, ha megmutatod az egyéniségedet azzal szemben, amit a normák alkotnak körülötted. Human population of prison warders who are jumping on those that are stepping out of the norm. És amikor az ütközési zóna szélére kerülsz, és másképpen kezdesz viselkedni, sosem az aggaszt, hogy erről vajon mit gondol a Világbank vezetője. Sokkal inkább az aggaszt, mit gondolnak róla a szüleid, a srácok a bárban, vagy a munkatársaid. A kiváltságosok mindössze annyit tettek, hogy megszabták ezeket a normákat, így létrehoztak egy masszát az emberekből, amin belül ezeket egymás között fogadtatják el. A globális uralkodásra szolgáló nagy stratégiájukat már megvalósították. Hatalmukkal szétdarabolták a világot, és erejük országok határain ível át. Így vagyunk a legkönnyebben kezelhetők. Már megalapították az Európai Uniót és az Afrikai Uniót. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó politikusai a biztonsági és jóléti partnerség címszó alatt most azon ütködnek, hogy létrehozzák az Amerikai Uniót. Ez a folyamat már évek óta tart, az állampolgárok és a kongresszus hozzájárulása nélkül. A csendes óceáni unió létrehozása már folyamatban van. Ez lesz a globális hatalom szervezeti felépítése, amely felett majd a világkormány állhat. Két ismert politikus Európában már is nyíltan beszél arról, hogy a világkormány létrejötte felé tartunk. Ez nagyon fontos, hogy mi, a globális kormányzás új birtokosai, különösen az Atlanti-óceán két oldalán, ugyanazokat a szabályokat hajtsuk végre, ugyanazon a módon. 2009 a globális kormányzás első éve a G20-ak irányításával a pénzügyi válság közepén. Nemzetközi szinten a központi bankár elit nagy szervezeteknek kínált fel pozíciókat, hogy végrehajtsák a tervüket. Így többek között a Világkereskedelmi Szervezetnek, az Egészségügyi Világszervezetnek, a Világbanknak és a Nemzetközi Valuta Alapnak.
John Perkins saját évtizedes tapasztalatai alapján tudja, mit jelent ez. Ő egy úgynevezett gazdasági bérgyilkos volt, a bankoknak, vállalatoknak és kormányzatoknak dolgozott, segítette őket, hogy átvegyék a hatalmat egész országok fölött, mindenütt a világon. Sok technikát használtunk, de legtöbbször, amikor elmentünk egy országba, ahol a vállalataink kitermelhető nyersanyagot találtak, például olajat, megegyezés alapján hatalmas kölcsönt adtunk annak az országnak. Ezt mindig egy általunk irányított szervezet tette, a Világbank vagy annak valamelyik leányvállalata. Ám a pénz majdnem teljes része amerikai vállalatokhoz került, nem magához az országhoz. Nagy infrastruktúrát telepítenek az országba, erőműveket, országutakat, kikötőket, ipartelepeket. Csupa olyan dolgot, amely a nagyon gazdagokat szolgálják, és nagyon ritkán jutnak el a szegényebb rétegekhez. És valójában a szegények szenvednek, mivel a kölcsönt nekik kell visszafizetniük, mivel az állami garanciát mindig az átlag emberek fizetik meg utólag. Így nem maradt pénz rendes oktatásra, egészségügyi és más szolgáltatásokra. És ezeket az országokat szándékosan hatalmas adósságban tartják. Később mi, gazdasági bérgyilkosok, visszamegyünk ebbe az országba, és azt mondjuk, nézzétek, sok pénzen tartoztok nekünk, és nem tudjátok visszafizetni. Szóval adjatok nekünk ezt, meg azt. És ha véletlenül az egyik Amerika ellenes elnököt választják meg, egyikünk bemegy, és azt mondja, hé, gratulálok, elnök úr! Most, hogy te vagy az elnök, csak azt akarom neked mondani, hogy én nagyon-nagyon gazdaggá tudlak tenni. Itt van néhány százmillió dollár a zsebemben, és ha úgy játszod a játékot, ahogyan mi akarjuk, ez a tiéd lehet. Ha úgy döntesz, hogy nem, a másik zsebemben van egy fegyver, egy tölténnyel, amire a te nevedet vésnük fel. Add el nekünk az ország vállalatait, az olajat, persze nagyon olcsón, vagy szavazz mellettünk a következő ENSZ határozatnál, vagy küldj nekünk katonákat és támogatást a világ valamelyik pontjára, mint például Irak. Így sikerült felépítenünk egy világbirodalmat úgy, hogy nagyon kevesen tudják azt, hogy valójában mit csináltuk. Sokan hiszik azt, hogy a globális összeesküvés nem létezik, mert az emberek nem látják, mi folyik a színfalak mögött. Azt gondoltam, elképzelhetetlen, hogy egy ilyen tervet titokban tudjanak tartani. A jól álcázott tények mögött a rendszer irányítói pontosan tudják, mit akarnak, merre tartanak, és jól is csinálják. Illúzió lenne azt gondolni, hogy nem így van. Még mindig azon csodálkozom, hogyan tudnak valamit, ami ennyire hatalmas és korrupt, így titokban tartani. Az egész csak azért tud működni, mert végtelenül egyszerű. Olyan akár egy részekre szedett piramis. Ha megnézel bármilyen mai szervezetet, mindegy, hogy nagyvállalat, egyetem, kormányhivatal, vagy akár titkos társaság, valamennyi piramis felépítésű. Ilyen a CIA is. A rendszeren belül mindenki csak annyit tud, amennyit éppen tudnia kell ahhoz, hogy elvégezhesse a munkáját. Semmivel sem többet. Vegyünk példának egy bankot, egy bármilyen bankot. Legalul vannak az ügyintézők, akik a pultnál ülnek, amikor bemegy egy csekkel. Nekik fogalmuk sincs arról, hogy a feletteseik mikről tárgyalnak az irodáikban. És ezek az aligazgatók sem tudják, mi történik a felettük lévő szinten. Mindenki csak annyit tud, amennyi a saját munkájához szükséges. Végül pedig marad egy szűk felső réteg a piramis csúcsán. Csak ők tudják, mi a bank igazi terve, milyen irányba tartanak, és mit miért tesznek. Ez egy tökéletes felosztás, és magyarázatul szolgál arra is, hogyan tudott a II. Világháború idején titokban maradni a Manhattan terv, pedig az atombomba előállításán 130 ezer ember dolgozott 7 nappal látéve. Amikor először megsejtettem a terv valódi méretét és szándékát, úgy éreztem magam, mint akit alaposan fejbevertek. De aztán felderengett bennem a remény is. Hiába a jól megtervezett, jól kivitelezett kísérlet arra, hogy mindenfajta ellenállást letöröljenek, mert egy valamivel nem tudnak számolni, az emberi potenciállal. Annak ellenére, hogy szisztematikusan elnyomtak és megzavartak mindent és mindenkit, az emberek folyamatosan jönnek a fejlesztéseikkel, zseniális megoldásokkal mindenfajta problémáinkra, amelyekkel szemben állunk. Nem a mi hibánk, hogy nem ismertünk fel, milyen szervezettségű és szándékú az ellenünk dolgozó tervezet. Ez benne a kihívás.
Ha elképzelem azt a világot, amit a minket irányító elit nekünk szán, és megkérdem magamtól, vajon milyen lenne, ha teljes irányítással bírnának minden és mindenki felett? Ha az új világrendjünkben egy szűk csoport gyakorolná a teljes hatalmat mindenki élete felett? Ha lenne egy mindent átfedő megfigyelő rendszerű, és az elégedetlenkedő rabszolgákra azonnal és kíméletlenül lesújtanának? Képzeld el a gazdagság szigetét, amit körbevesz a szenvedés tengere, ahol a katonaság és a rendőrség egyetlen küldetése az, hogy megvédje azokat, akiknek van, azoktól, akiknek szinte semmiük sincs. Arra a következtetésre jutottam, hogy az elit végjátéka nagyon is közel van, és semmitől sem fognak visszariadni annak érdekében, hogy folytassák és végrehajtsák tervüket. Bármilyen nehéz is lehet az amerikaiaknak, hogy mindezt belássák, én most már meg vagyok róla győződve, hogy a globális elit terve nem más, mint hogy az Egyesült Államok gazdasági erejének leépítésével elpusztítsák annak teljes függetlenségét. A még meglévő szólásszabadsággal ugyanis, és a szabadság eszméjének hagyományával Amerika képviseli a legnagyobb gátat a globális hatalom megszilárdításában. Ha sikerrel járnak ezek lerombolásában, azt hiszem, semmi nem állítja meg őket egy diktatúra kiépítésében, amely az egész világra ki fog terjedni. David Icke ezt már jó előre látta. Gondolj bele, olyan mély adósságban tartanak minket, amit sohasem tudunk visszafizetni. Bedöntik a dollárt, és le akarják cserélni egy globális IMF valutára. Úton vagyunk a nyomtatott pénz nélküli elektronikus valutához, amely megengedné a központi hatalomnak, hogy pénzügyileg bárkit kikapcsolhasson a rendszerből egy pillanat alatt. Akár egyes személyeket, akár egész csoportokat. Történelmünk során első alkalommal vezetnek be nemzetközi adót a klímaváltozás ürügyén. Akár a trójai faló, a javaslat a 2008-as koppenhágai klímakonferencián látott napvilágot. Lényege, hogy a környezetért való aggodalom ürügyén széndioxid kibocsátás miatti adót kellene fizetni a Világbanknak, amit egy úgynevezett világrendőrség hajtana be. Pedig több lehetőség is lenne a környezetszennyezés visszaszorítására e zsarnoki irányítás alatt lévő közös adó nélkül is. Meg akarják változtatni a társadalmat, de tudják, ha nyíltan teszik, a nép fellázad és épp az ellenkezőjét érik el. Ha nem létezik, akkor megszervezik mesterségesen a probléma, reakció, megoldás hegeli dialektusát. Első szakasz. Létrehozol egy problémát. Ez lehet egy terrorista bombája, lehet 9-11, lehet egy tőzsdei összeomlás, a kormány bukása. Aztán elmondod az embereknek a te verziódat. Ki tette? Miért? És ennél a pontnál az egész terv megdőlne, ha az uralkodó média független lenne, és valódi, korrekt újságírók működtetnék. Ma a fősodrású média csupán egy jól szervezett reklámügynökség, amely az aktuális háttérérdekeknek megfelelve tájékoztat mindenkit. Kiderült, hogy George Bushnak igaza volt, amikor azt állította, Saddam Hussein tömegpusztító fegyvereket rejtett. A nyilvánosság egyetlen forrása az információk és nagyobb események tekintetében a fősodrású média. A probléma a reakció megoldás második szakaszában azt kell elérniük, hogy a reakció a felháborodás legyen. A kulcs a megbotránkozás és az ebből adódó félelem. Mert a háttérben azt akarják, hogy a nyilvánosság azt mondja a kormánynak, valamit tenni kell, ez nem mehet tovább, tegyetek ellene valamit. És ez teszi lehetővé a harmadik szakaszt, amelyben azok, akik a problémát valójában okozták, megkozmetikázzák az egészet hamis történetekkel, majd nyíltan ajánlanak megoldást arra a problémára, amit ők maguk teremtettek. Bennem is összeállt a kép, és már beláttam, hogy milyen messzire képesek elmenni annak érdekében, hogy a céljaikat elérjék. Dokumentált tény, hogy a vietnámi háborút csalárdfondorlattal indítottuk. Robert McNamara, korábbi védelmi miniszter, hamis ürügyet használt. Azóta elismerték, hogy a Tonkini öbölben a hajóink elleni támadás valójában meg sem történt. More recently,
A híresztelés, hogy aznap megtámadtak minket, hamis volt. A közelmúltban George Bush nem létező tömegpusztító fegyvereket használt ürügyként Irak megszállására. A hazugságot használták fel, és ennek érdekében mindent bevetettek, főleg a média erejét. Egyre többen gondolják, hogy a 9-11 is egy ilyen megtervezett művelet volt. A cél sem lehetett más, mint hogy megkaparinthassák az egész Közel-Kelet olaját, mindezt úgy, hogy közben az Egyesült Államok alkotmányos rendjét is szépen lebontsák. There are people under fire. There are children at the cannon. There is blood on the wire. There is blood on the wire. There is blood on the wire. There is. Egy rendőrállam feltételei mára gyakorlatilag adottak. Az Egyesült Államokban ma már bárkit bebörtönözhetnek jogi eljárás nélkül. Legálisan elrabolhatnak, megkínozhatnak, és meg is gyilkolhatnak bárkit, ha a kormányzat úgy dönt, hogy a terveiket veszélyezteti a tevékenységük. Csupán annyit kell tenniük, hogy gyanúsnak nyilvánítják a terror elleni háborújukban. Egyre fokozódó mértékben figyelnek meg mindenkit. 2010-ben 30 millió térfigyelő kamera üzemelt csak az Egyesült Államokban. A tüntetéseken az úgynevezett szólásszabadsági zónákat kell használni. Értik ezt? Szólásszabadsági zónák? Minden telefonhívásunkat és elküldött e-mailünket rögzítik és archiválják, azok bármikor ellenőrizhetők. A jogosítványunkban és az útlevelünkben számítógépes csippek vannak, így a mozgásunk is nyomon követhető. És most már a kórházi betegeknek is ilyen nyomkövető csippeket ültetnek a bőrük alá. Ezeket a csippeket valójában a Procter & Gamble fejlesztette ki azzal a céllal, hogy az áruikat nyomon tudják követni. Mindezt persze azzal az ürüggyel teszik, hogy közben meggyőznek róla, a biztonságunk érdekében történik minden. Már a CIA vezetője is elismerte, hogy ez még csupán a kezdet. A cél az, hogy mindannyiunkat becsippeljenek, és így tökéletesen ellenőrizhetőkké váljunk, és irányítás alá kerüljünk. Ezek a csippek az USA űrparancsnoksága által kidolgozott, teljes körű vezérlő és ellenőrző egységek. A kifinomult műholdas megfigyelés csak úgy, mint a már kifejlesztett irányított energia és lézerfegyverek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a rendszerellenes elemeket bárhol a Földön célba vegyék. Úgy gondolom, igyekeznek felkészülni bármiféle ellenárásra és annak hatékony kezelésére. FEMA gyűjtőtáborok épülnek fel Amerika szerte, és a rabszállítókocsik ezreit gyártották le. A hatóságok arra hivatkoznak, hogy járvány vagy polgári engedetlenség idején vetik be őket. Van még egy komoly felismerésem a globális elit tervével kapcsolatosan, amit meg kell osztanom. Rettenetes volt rájönnöm, de enélkül hiányos lenne a vizsgálódásunk, és megoldási stratégiáink is torzulnának. Kutatásom során olyan meggyőző bizonyítékokkal találkoztam, amelyek alapján megállapítható, hogy terveik között szerepel a lakosság többségének kiirtása is. Bármilyen beteges gondolat is ez, valójában számukra csupán a sikerzálogát jelenti az abszolút hatalom megszerzéséért folytatott harcban, ha minél kevesebb emberrel kell foglalkozni. Azzal nyugtattam magam, hogy nem tennének ilyet, de rá kellett jönnöm, hogy sajnos igen. Ijesztő bizonyítékokat találtam arra, hogy tervük egyik alappillére az eugenika. Az eugenika az a gyakorlat, amikor néhány ember dönti el, hogy ki méltó az utódnemzésre, és ki nem. 1904-ben a Carnegie család finanszírozta az első eugenika laboratóriumot Long Islandben. In 1904, the Carnegies funded the first eugenics laboratory in Cold Spring. A Rockefellerek pénzelték azt az eugenikai programot, amely során bőrszín alapján végeztek kényszer sterilizációkat. De ők alapították a Kaiser Wilhelm intézetet is Németországban, a faji felsőbbrendűség továbbfejlesztése érdekében, amelyet később Hitler is örömmel támogatott.
2007-ben az USA mezőgazdasági minisztériuma és a Nemzetbiztonsági Hatóság finanszírozták azt a több, mint 7 millió embert érintő projektet, amelynek célja a levegő vegyi permetezése volt Észak-Kalifornia lakott területein. Miután a polgárok tiltakoztak a terv ellen, a hatóságoknak be kellett ismerniük, hogy a permet több olyan mérgező anyagot is tartalmaz, amely egészségkárosító és a gyermeknemzés képességére is hatással van. Szerencsére a polgári ellenállás megállította a projektet. Az USA kormányáról már több mint 30 alkalommal derült ki, hogy titokban mérgező vegyi anyagokkal kísérletezik saját polgárai. Katonákon, elítélteken, indiánokon a rezervátumaikban, egész városokon és államokon. A nők és lányok tömeges sterilizálását általában az oltóanyaghoz kevert titkos anyagokkal végezték Brazíliában, Puerto Ricóban, Nicaraguában, Mexikóban és a Fülöp-szigeteken. Nelson Rockefeller miniszterisége idején 1954-ben. Ezt olyan szervezetek finanszírozták, mint a John D. Rockefeller Népességtanács, az Amerikai Egészségügyi Minisztérium és az Egészségügyi Világszervezet. A Novartis gyógyszergyár és a Syngenta növényvédelemmel foglalkozó óriás cég az Amerikai Agrár és Védelmi Minisztériummal együttműködve olyan génmódosított kukoricát teszteltek, amelynek spermaölő hatása van és a férfi lakosságot terméketlenné teheti. Ezt diplomatikusan úgy kommunikálták, szerepvállalás a globális túlnépesedés megoldásában. Sorolhatnánk a példákat, egyre több van. Mostanában a meddőség kezd globális méreteket ölteni. Meggyőződésem, hogy ez nem véletlen. Számomra meghatározó volt, hogy a szándékos népességcsökkentő programterv részleteit kutatva átfogó képet kaptam arra vonatkozóan, milyen megfelelő válaszlépéseket lehetne tenni. Tudom, hogy furcsán hangzik, de képzeld csak el, hogy 1932-t írunk, Németországban vagyunk. Ha azt mondom neked, hogy a következő évtizedben emberek millióit semmisítik meg, azt felelnéd, ugyan ez lehetetlen, senki nem tenne ilyet. Ma ilyen népirtás a mérgezett víz és étel, a növényvédőszerek, háborúk, ember által okozott járványok, mérgező oltások, HARP, génmódosított növények. Meg vagyok győződve arról, hogy nem túlzom el a kérdést. Tévednék? Talán. Na és ha nem? Az emberiség kritikus válaszútjához érkeztünk. Az egyik út a zsarnokság és az önmegsemmisítés lehetősége. A másik egy békés, egészséges civilizációhoz vezet, amelynek alappillérei a Földön élő minden egyes ember számára biztosított szabadság és jog. Hogy ebbe az új irányba elindulhassunk, nekem és neked kell szabaddá tennünk az utat. Itt az idő, hogy azt mondjuk, elég volt, van más út. Hiszem, hogy együtt képesek vagyunk tudásunk és erőnk segítségével megtalálni a megoldást. We have the knowledge, the resources and the solutions to meet that challenge. Úgy vélem, hogy ennek az egész folyamatnak, a harcnak nem kisebb a tétje, mint az emberiség egészének megmaradása. Világnézeti változással kezdődik a folyamat. Mi a válaszod a következő kérdésekre? Kik vagyunk valójában? Mit jelent az emberi minőség? Milyen az emberi természet? Olyan emberek vagyunk, amilyennek a vezetőink próbálnak ábrázolni minket? Ostoba, kabzsi teremtmények, akik maguktól az erőszak és a káosz felé tartanának? Tehát saját érdekünkben egy önjelölt elitnek kell felettünk uralkodnia? Vagy természetünknél fogva gondoskodók, együttérzők és kreatívok vagyunk? Hiszek abban, ha az emberek egészségesek és a túlélési feltételek adottak, létre tudunk hozni egy olyan világot, amely őszintességen és szilárd erkölcsi alapokon, szabadságon és együttérzésen nyugszik. Egy olyan világot, amelyben mindenki boldogulhat, fejlődhet. A felvázolt képek közül melyik formálja a jövőnket? Ezt mi és most döntjük el. Az uralkodó elit programterve, hogy egy olyan hazug, hiedelmeiknek megfelelően kialakított világképet fessenek le nekünk, miszerint bolygónk nem képes minket eltartani, szűkösség van, és hogy vannak néhányan, akik másoknál sokkal többet érnek.
Az ő biztonságuk pedig mindennél fontosabb, csak akkor garantálható a túlélés, ha hagyjuk őket uralkodni. Röviden, világképük a félelmen és a hiányon alapul. De bármekkora is a hatalmuk, az új világrend urai nem hozhatják létre félelmetes erőket a mi közreműködésünk nélkül. Ez lehet az emberi civilizáció utolsó nagy lehetősége, egy utolsó nagy lélegzetvétel. Napjainkban gyakran emlegetjük a hernyóból pillangóvá válás hasonlatát, mert a hernyó átrágja magát az egész ökoszisztémán, pusztító módon naponta saját súlyának 300-szorosát falja fel, míg nem úgy feldagad, hogy aludni tér és bebábozódik. Majd a testében imágó sejtek alakulnak ki, a biológusok adták neki ezt a nevet, és a hernyónak saját teste szolgál önmaga táplálékául. Ami lényeges ebben a hasonlatban, hogy a régi és új egyszerre van jelen, és hogy a hernyó felelőssége, hogy megőrizze az életet a pillangó számára. Kormányunk elszántan akar uralkodni a közel-keleti olaj felett, miközben nukleáris energiáról, meg effélékről beszél. Tudják, hogy mi lenne a legjobb megoldás, de el kell játszaniuk a szerepüket, és elhitetni velünk, hogy ezeket meg kell védeniük. Ez a dolguk. Ha szereted a pillangókat, nem taposod el a hernyókat. Tehát nem gyűlölhetjük őket, az nem old meg semmit. Ha alternatív energiát szeretnél, annak előállítását ne várd egy olyan államtól, amelynek gazdasága fosszilis energiahordozókon múlik. Nekünk, az imágó sejteknek kell azt létrehoznunk, meg kell mutatni, hogy van olcsóbb és hatékonyabb lehetőség. Az új világ felépítése a mi feladatunk. Ha olyan világképünk lenne, amelyben a krízis szó szülést jelent, és mindenkire szükség van, mindenkinek több juthatna abból, amit igazán szeretne. Ezt az elrontott világot az emberi kreativitás és szeretet paradicsomává tudnánk változtatni. Most még úgy tűnhet, hogy az uralkodó elit osztja a lapokat, de valójában mi profitálunk ebből. Beszéljünk a számokról. Nagyon kevés ember dolgozik tudatosan a világuralmi tervek megvalósításán. A legtöbben, akik végrehajtják a tervet, nem látják a teljes képet, nem tudják, hogy miben vesznek részt. Számításom szerint a tényleges tervezők száma mindössze 1 millió az egyhez arányú lehet az Egyesült Államokban. A vállalkozó és környezetvédő Paul Hawken becslése szerint ma több, mint 1 millió a társadalmi és környezeti igazságosságért dolgozó szervezet létezik világszerte, az emberiség történetében egyedülálló társadalmi bázist alkotva. Ezek a mozgalmak, ha elektronikus hálózatként kapcsolódnának össze, az a változás lehető legerősebb motorjai lehetnének. Ha megnézed az embereket, akik Földünk helyreállításáért dolgoznak, hogy megállítsák a pusztulást, és megakadályozzák a további pusztítást, a változást éltetik azzal, hogy újra gondolják, mit is jelent valójában embernek lenni. Ha mégsem vagy optimista, érdemes lenne alaposabban körülnézned, mert van egy halom különleges és nagyszerű, tetrekész csoport, amely ezen dolgozik. A másik fontos előny számunkra az, hogy a hatalmi központokban, amelyeket az elit irányít, igényt tartanak a részvételünkre. Ha elegen vonjuk meg a támogatásunkat tőlük, tervük nem fog működni. Ez egyaránt igaz a központi bankokra, a hadseregre, a médiára, a kormányhivatalokra és a többire. Mahatma Gandhi és Martin Luther King útján járva gyakorolhatjuk az erőszakmentes ellenállást úgy, hogy egyszerűen kimaradunk a dolgokból. Óriási energiára, kapacitásra és megtévesztésre van szükség ahhoz, hogy mások életét irányítani lehessen. Másfelől a szabadsághoz vezető úton segít minket az evolúciós életerő és az igazság egyszerű ereje, amit Gandhi úgy nevezett Satyagraha. Az igazság egyszerű ereje. Indiában már falvak ezreit nevezhetjük szabadnak. Ők nem fogadják el a múltik szabadalmi rendszerét, nem lesznek partnerek, ahogyan Gandhi sem működött együtt a hatóságokkal. Nem engedjük, hogy vegyszerek és génmódosított gabona szennyezze a környezetünket, a természetes élővilág sokféleségét veszélyeztetve. Ez a mozgalom kezd nemzetközi méretet ölteni, és nagyon gyorsan terjed. Ma már az európai GMO-mentes övezetekért harcoló mozgalom is a része.
Csak fordulok egyet, és íme még 1000 GMO-mentes övezet. Olaszország és Ausztria területének 90%-a. Ezek a szabad zónák mélyreható változásokat eredményeznek. 90% of Austria. The freedom zones around the seed, around food, are creating massive shifts. Bolíviában a tüntetők fazekakkal és serpenyőkkel felfegyverkezve meg tudták akadályozni, hogy vízkészletük külföldi vállalatok kezébe kerüljön. Bár a hivatalos média igen keveset enged látni belőle, világszerte számtalan sikertörténetről hallhatunk minden nap. Nem akartam ezt a filmet addig elkészíteni, amíg biztos nem lettem abban, hogy léteznek a válságra megfelelő válaszok. Már az internet segítségével kutatásainkat teljes egészében meg tudjuk osztani. Évekig dolgoztunk egy honlap előkészítésén, a thrivemovement.com-on, hogy mindenki számára hozzáférhetők legyenek a rendelkezésünkre álló információk és a megoldási javaslatok. Itt találod a saját iránytűdet, ami a filmben érintett témákban segít elmélyülni. Kód, probléma és megoldás. Stratégiákat és különböző taktikákat tanulhatsz, és kapcsolatokat is építhetsz, hogy nagyobb hatékonysággal tudj cselekedni. A filmben elhangzó minden adatot ellenőriztünk, a honlapon megtalálod a hivatkozásokat. Ez a navigációs szektor megkönnyíti a rendszerben való gondolkodást, hiszen ha valahol a világon van egy sikeres akció, az segíthet másoknak is. A navigációs szektor lelkét a közös értékrendünk jelenti, mert az határozza meg, miként éljük meg a bennünk és körülöttünk zajló történéseket. A világ minden helyén vannak fontos témák, erőforrások, csoportstratégiák és egyéni akciók, hogy békés úton, de hatékonyan változtathassunk. Az erőforrásfa összeköt téged másokkal, olyan emberekkel, szervezetekkel, médiával, amelyek szerintünk segítenek abban, hogy teljesen képzetté és elkötelezetté válhass. Úgy gondolom, hogy több összehangolt cselekvéssel kibillenthető a mérleg nyelve. Ez nem egy végtelen lista. Ha van egy elképzelésünk, megnézzük, ki mit tehet a megvalósítás érdekében. Once we see the big picture, we'll look at what each of us can do to help accomplish it. Let's take a look at the strategic antidotes to the. Lássuk, mi is lehet a hatékony ellenszere az elit gazdasági uralmának. Abba kell hagyni a bankok és a nagyvállalatok pénzügyi megmentését. Meg kell szüntetni a Fedet, meg kell vonni az adófizetők támogatását a központi bank szervezeteitől, azaz az IMF-től és a Világbanktól. Támogatni kell az alternatív valuták és független bankok létrehozását, és el kell törölni a nemzetközi adókat. Én az amerikai viszonyokat ismerem a leginkább, ezekről tudok beszélni. De mivel a probléma globális méretű, a megoldási stratégiáknak is azonos alapelveken kell nyugodniuk. Van itt néhány ötlet, amelyhez se sok idő, se sok pénz nem kell, amelyekkel egyéni szinten is egyszerűen változtathatunk. Légy jól értesült, beszélj róla és ismerkedj. Válasz helyi pénzintézetet. Ha kivesszük a pénzünket a nagy, központosított bankokból és helyi takarékszövetkezetekbe helyezzük, nem a problémát pénzeljük, hanem a megoldást. We defund the problem and fund the solution all in one move. Buy and invest. Vásárlásaid legyenek felelősségteljesek. Minden elköltött pénzednek üzenete van. Csatlakozz a mozgalomhoz, akik azt követelik, hogy számoltassák el és szüntessék meg a Fedet, kizsákmányol minket. Csatlakozz a fair és nyitott internetért mozgalomhoz. Ne hagyd másra az irányítást. Támogasd a független médiát. Értesüléseidet több forrásból szerezd be, és próbáld kitalálni, ki állhat valójában a hírek mögött. Támogasd a génmódosítás mentes gazdálkodást. Csatlakozz a tisztességes, nyomon követhető, papír alapú választásokért és a kampányfinanszírozás reformjáért indult mozgalmakhoz. A kongresszust csak akkor lehet elszámoltatni, ha a vállalatok nem támogathatják anyagilag.
Beszélj a megújuló energiáról és az új, alternatív technológiákról. Nyíltan beszélj az ingyen energiáról. Így hihetetlen gyorsasággal átalakulhatnak az erőviszonyok a bolygón. Vegyél részt a Critical Mass akciókon. Úgy szoktuk, hogy erőt gyűjtünk addig, amíg kellő számú résztvevő jön össze egy akcióhoz. Képzeld el, hogy 1 millióan cselekszünk összehangoltan, és aztán még többen. Lenyűgöző, hogy milyen sokan tudnak valódi, működő megoldásokkal előállni. Akila Sherry's története különösen megérintett. Segített fegyverszünetet kötni a Crips és a Bloods gangster banda között. A bandák között elfogadott és természetes állapot volt, hogy a konfliktus és az erőszak hozzátartoznak az életükhöz. Amikor először kötöttünk békét, nagy sikerünk volt az első évben. 44%-kal kevesebben haltak meg mindkét bandából. We had a lot of success in our first year. Gang homicides dropped 44% in the neighborhood based upon our actions. Akila elmesélte, mi történt, amikor a két rivális banda vezetője találkozott, hogy békét kössön. Az egyik srác odament a másikhoz és azt mondta, figyelj, tudom, hogy haragszol rám, talán én is így vagyok veled kapcsolatban, de most kössünk békét. Szeretném, ha félretennénk ezeket. Kinyújtotta a kezét és megölelte. Mire a másik azt várta, hogy kést szúrnak a hátába, vagy golyót eresztenek a hasába. De néhány pillanat múlva rájött, hogy őszinte a szándék. Fontosnak tartom megismerni a képességeinket és a lehetőségeinket, illetve azok kibontakozásának akadályait. Szeretnék bemutatni neked egy olyan világot, amelyről az uralkodó elit azt akarja elhitetni, hogy lehetetlen vágyálom csupán. Ám nekem meggyőződésem, hogy megvalósítható. Létrehozhatunk egy olyan világot, ahol az ember boldogulhat, gyarapodhat, és biztonságban élhet. Tiszta a levegő, a víz és az étel. Ebben a világban a közösségek képesek az önfenntartásukról gondoskodni, szabad és tisztességes a kereskedelem és az energia. A büntetés helyett az igazság teremt rendet. Az orvosokat azért fizetjük, hogy egészségesek legyünk. Az oktatás önkéntesen választható, és az egyén szolgálatában áll, nem a vállalatokében. A független médiából igaz híreket kapunk. Nincsenek szubvenciók és bankmentő csomagok. Képzeld el, hogy egy tiszta pénzrendszerben minimális adókkal, alacsony energiaszámlákkal ki tudnád fizetni az otthonodat, az autódat, és szabadon tudnál megtakarítani. Tehetősebben, szabadabban és nagyobb biztonságban élhetnél, miközben ugyanannyit vagy kevesebbet dolgozol. Mondjuk létrehozunk egy befektetési alapot, amelyben minden szomszéd részvényes. Miközben építjük a környezetet, részvényeink értéke is emelkedik. Tehát ahelyett, hogy anyagilag veszítenénk, még gyarapodhatunk is. Olyan dolgokkal foglalkozunk, amellyel biztonságosabbá tesszük gyermekeink életét, és a bolygónkat is megmentjük. Aféle kecske is jól lakik, káposzta is megmarad elv alapján. Ahelyett, hogy egész héten hajtanál, és csak hétvégén érnél rá a világ megmentésével foglalkozni, hétfőtől péntekig úgy tudsz pénzt keresni, hogy közben a világot is jobbá teszed. Aztán irány a tengerpart. A virágzó jövőkép alapját a szabadság táblata jelenti. Van egy egyszerű alapelv, amely nélkül ez nem működhet. A béke, az erőszakmentesség. Senki nem károsít meg téged és a tulajdonodat, és te sem bántalmazol más, kizárólag önvédelem esetén. Ezzel az alapelvvel mindenki egyetért, mindenki helyesli. Úgy gondolom, hogy a békesség és a szeretet az emberi mi voltunk lényege, amely belső igazodási pontként szolgál. Ez a belső intuíció vezet minket és védelmez mindenkit, miközben önkéntes, önfenntartó rendszereket alkotunk. Ez új szemlélet, amely mellett teljes szívvel, maradéktalanul kiállok. Nagy hatással volt rám az osztrák közgazdász Ludwig von Mises életműve, aki egy teljes filozófiai és gazdasági rendszert hozott létre
az agressziómentesség etikájára alapozva. A kommunizmus és a fasizmus pusztító erejét megtapasztalva életét egy igazságosabb jövő keresésének szentelte. Felismerte, hogy ezek a rendszerek csak úgy, mint a szocializmus és a demokrácia, azon a téves feltételezésen nyugszanak, hogy a kollektív és csoportérdekek fontosabbak az egyéni érdekeknél. Mindig azt a nézetet vallottam, hogy jobban boldogulunk, ha a csoport szükségleteit tartjuk szem előtt, az egyéni helyett, de jobban megvizsgálva a kérdést rájöttem, hogy ez nem így működik. A csoport érdekek nevében cselekedve a kormányok felelősek a háborúkért és bolygónk pusztulásáért. Több mint 200 millió ember áldozatot követelt csak a 20. század. Hogyan változna meg világunk az erőszakmentesség elvén? Az alapjaiban hibás rendszer javítgatása helyett teljes átalakulásra van szükség, amelyben nem csak néhányan vagy a többség, hanem mindenki számára lehetőség nyílna a boldogulására. Egy erőszakmentes új világ megvalósításához felül kell vizsgálnunk a múltat, mert nem lehet egy egészségesen működő rendszert korhat alapokra helyezni. It makes sense to me to honestly re-examine our past because it doesn't work to try to build a healthy living system on top of an unhealthy one. We have to go back to the most. Vissza kell nyúlnunk azokhoz a súlyos igazságtalanságokhoz, amelyekre országunkat alapították. Szembe kell néznünk az őslakosok földjének elrablásával, gyermekeik és asszonyaik legyilkolásával és utódaik nyomorának fenntartásával. Foglalkoznunk kell ezekkel a súlyos bűnökkel, meg kell értenünk, hogy milyen súlyos sérelmek történtek 150 évvel ezelőtt. Ezeket a sérelmeket napjainkban is elkövetjük. Az USA történetében több mint 500 egyezményt kötöttünk az őslakos, benszülött népekkel, és kivétel nélkül mindegyiket megszegtük. Óriási vagyonok származnak a benszülöttek földjeiből és erőforrásaiból, és ma is dollármilliárdokat termelnek ki európai nemzetek leszármazottai. Vállalataik révén folyamatosan kizsákmányolják az őslakosság földjét és erőforrásait. Ha nem lennének nagyvállalatok és a nyugati demokráciánk, akik meghatározzák, miként viszonyuljunk egymáshoz, hogyan éljünk együtt Észak-Amerikában, miként bánnánk egymással, mit tennénk másképp? Időre és bátor tettekre van ahhoz szükség, hogy tudatosságunkon változtassunk, és elvégezzük a feladatokat, amelyek elvezetnek egy igazságosabb világhoz. Nincs nagyobb ajándék, amit a jövő nemzedékének adhatnánk. Nem tudunk mindent egyszerre és azonnal megtenni. Három egymást átfedő megoldási folyamatot képzelek el. Első lépésben a jelenlegi rendszerben megvalósítható dolgokra gondolok. Ha megfeleznénk az USA katonai kiadásait, akkor az még mindig megegyezne az összes többi állam által védelemre fordított kiadás összegével. Emellett, ha megszüntetnénk a Fed rendszerét, évente több, mint 1000 milliárd dollár szabadulna fel. Senki sem éhezne többé a Földön, és a társadalmi, környezeti problémákat is rendezni tudnánk belőle. Sokan azt gondolják, hogy az éhezés és a szegénység elkerülhetetlen. De a háborúkhoz képest a szegénység eltörlése és a környezet helyreállításának költségei sokkal alacsonyabbak. Lester Brown kutató szerint 200 milliárd dollárba sem kerülne, hogy a földi környezetünket helyreállítsuk és a szociális hálót felépítsük. És ez még nem a végső célunk a szabadság lehetőségeit tekintve. Amíg az első szakaszhoz nagy együttérzés szükséges, és nagyjából átfedi a liberális demokrata célokat, a második a konzervatív szemlélet bölcsességét tükrözi. A második szakaszban szűkítjük a kormány szerepét. Az egyéni szabadság védelmében megőrizzük közösségi értékeinket, élőhelyeink és a levegő tisztaságát. Az összeálló új rendszer stabil valutát eredményez, az embereknek lesz elég pénze, hogy nagyobb szerepet kapjanak az életüket befolyásoló kérdésekben. A harmadik szint abból a növekvő szabadságból fakad, amelyet az előző kettőben nyerünk, azaz, hogy több időnk és több pénzünk lesz. Nem lesz kötelező adó és így kötelező kormányzati hatalom sem. A hatalmi szervezet nem központosul. Vannak szabályok, de nincsenek uralkodók. Az egyéni szabadságjogok szigorú védelme fontos, és ezáltal egymásra utaltságunk is nagyobb szerepet kap.
Különbözők, mégis egységesek lehetünk egyszerre. Amilyen utopisztikusnak tűnt mindez első hallásra, később annyira felvillanyozott, hogy már mennyi gyakorlati megoldás született olyan nehéz kérdésekben, mint az egészségügy, a bűnözés és az oktatás. Ez a három lépcső érvényesíti leginkább mind a liberális, mind a konzervatív nézőpontokat, amelyek oly régóta megosztanak minket. Most egy új szinten egyeztethetők össze az erőszakmentesség elvén. A harmadik szint megbecsüli az emberi törekvést, és végre mindenkinek egyenlő esélyeket biztosít. A Tórusz mintául szolgál egy teljességen és őszinteségen alapuló társadalom megvalósítására. Megőrzi, ami működik. Visszacsatolással rendelkezik, tehát önfejlesztő és innovatív, hogy fenntartsa az egyensúlyt. Alkalmazhatjuk a Tórusz dinamikáját társadalmi rendszereinkre. We can apply these and other features of the Torus dynamic to our human social systems. I truly believe that őszintén hiszem, hogy alapvető energiamintázatunkat minden szinten tudatosan összehangolva, fizikai, érzelmi, szellemi, közösségi és környezeti szinten is végül megvalósulhat a szeretet, a tudomány és a művészet társadalma. Azért vagyunk itt, hogy ezt megtanuljuk. Az, hogy rálátásom nyílt arra, milyen mélyen kapcsolódunk össze egymással, alapvető szemléletbeli változást eredményezett. Erre a filozófiára a modern, szelíd harcművészetben, az Aikidóban találtam megfelelő kifejezésre. Hatékonyan írja le, miként válaszoljunk szelíd módon a világuralmi törekvésekre. Alapítója Morihei Ueshiba mondta, hogy az Aikido gyakorlásakor az atomok és galaxisok mozgását utánozzuk. Ahogy a szabad energia toroid mintává rendeződik, korlátlan erővé válik. Az Aikido a harmónia útja keveredik a támadó energiájával, visszafordítja azt, és békés megoldást eredményez. Redirecting it to peaceful resolution. Gandhi és King alkalmazta ezt a szelíd, agressziómentes erőt gazdasági és társadalmi szinten is. Ha erőszakkal válaszolunk a világuralmi törekvésekre önvédelem helyett, csak a régi ellenséges, mi és ők paradigmát folytatnánk, további okokat szolgáltatva még szigorúbb rendőri intézkedések bevezetésére. Azt gondolom rendkívül fontos, hogy erkölcsileg és stratégiailag az agressziómentesség útját válasszuk. Ha a Tórusznak egy másik tulajdonságát alkalmazzuk az előttünk álló kihívásokra, az mélyreható következményekkel járhat. Minden toroid rendszer közepén nullpont, azaz tökéletes nyugalom található. Hiszem, hogy te és én, csak úgy, mint minden lény, Tórusz energiamezők vagyunk. Nyugalommal a középpontban, és összekapcsolódva egymással és mindennel, ami az univerzumban létezik. Bármennyire is tanulságosak mások tapasztalatai, amelyeket itt a honlapon összegyűjtve találhatunk, és bármilyen értékes is a mindennapos kapcsolattartás és informálódás a napi eseményekkel kapcsolatban, rá kellett jönnöm, hogy valódi iránytünk mégiscsak a saját belső indítatásunk lehet. Amint megtanultunk elcsendesedni, belső hangunkat felerősítve jobban halljuk a természet bölcs iránymutatását. Van egy teljes belső életünk, egy élő és vibráló világunk, ami biztonsággal mutatja a helyes utat külső életünkben is. Ha belső életet szabja meg, hogy miként jelensz meg a külvilágban, akkor egyértelmű, hogy ezzel a belső életeddel a motorral kapcsolatban kell állnod, hogy tudd, merre tartasz. Ahogy egyre szorosabb kapcsolatba kerülsz a vezetővel, kedvező, segítő kapcsolat jön létre. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a választott utat járva eljutunk céljainkhoz. Hatásunk közel sem annyira jelentéktelen, mint gondolnánk. We're not nearly as insignificant in our impact as we think we are.
Ahhoz, hogy rendbe tegyük a világot, egy másfajta történetet kell mesélnünk, és közösen hinnünk kell benne. A világ egy megtestesült, közös történet. Az emberiség most egy nagyon érdekes fejlődési fázisban van, amikor az ellenséges, agresszív verseny helyett, amely a fiatal fajok sajátja, az érettebb, együttműködési módot választjuk. Ebben az országban a pénz, a tőke elképesztően kevés ember kezében koncentrálódik, akik hatalmukat arra használják, hogy még több hatalmat szerezzenek. Mégis van egy még hatalmasabb erő, és ez az emberek ereje. Ha a mostani válságot nézzük, olyan könnyű feladni és reménytelen pessimizmusba süllyedni. De én úgy gondolom, hogy a válság elért egy olyan pontot, amely a tömeges ébredés kezdetét jelenti. És erőt ad az érzés, hogy tudom, nem számít, milyen kicsinek is tűnik az, amit teszek a hatalmas problémákhoz képest, mert a fejlődés ösztönzése is óriási. És ha ez az ösztönző erő mindenkiben megvan, aki ébred, akkor ez az erő óriási lesz. In the face of these huge problems, that the impulse of evolution is not small. And when it's in everybody who's waking up, it's huge. And as more and more of us are waking up, ahogy egyre többen eszmélünk, összekapcsolódunk és merünk hangosan beszélni a világuralmi tervekről, rátalálunk olyan megoldásokra, amelyek egy élhető, régóta áhított és megérdemelt világot hoz létre. A történelem során a zsarnokság, önkényuralom ellen újra és újra felkeltek az emberek, és megelégelve a kegyetlenséget, kiálltak a szabadságukért. Biztos vagyok abban, hogy majd visszatekintve erre az időszakra, az emberiség büszke lesz rá, hogy cselekedtünk, amikor szükség volt rá. Köszönjük, ha velünk tartasz. Meggyőződésem, hogy minden rendelkezésünkre áll, hogy valamennyien boldogabban éljünk. Tegyünk is érte! Take two.
mind. Deep inside, come together to stand up for our lives. We all have what it takes to thrive. We come together when the waters rise. There's a stirring deep inside. Deep inside. We come together to stand up for our lives. We all have what it takes to thrive. We come together when the waters rise. There's a stirring deep inside. Deep inside. We come together to stand up for. Takes to thrive.